sikeres megjelenteket, hogy ez mégiscsak lesz előadás, tehát nem úszom meg és nem lehet hamarabb itt elmenni. Tehát a mai napban Sixtus Kápolnáról fogok beszélni, Sixtus Kápolnának a képregyéről, és az abból következő tanulságokból. Tehát ez egy kicsit szerintem másképp és más módon fogom megközelíteni, mint általában mondjuk ezt a művészettörténeti albumot olvasni lehet, de remélem azért, hogy lesznek ennek a tanulságai. A kezdés is kicsit másképp fog alakulni. Talán távolinak tűnik most ez a nyitás, hogy miért ezzel a képjel elindítom az előadást. Itt arról lesz, hogy a teremtés történetét fogom most felolvasni, annak csak bizonyos részeit, tehát nem az egészet természetesen, mert egy kicsit hosszú lenne, annak bizonyos szakaszait felolvasom, és ahhoz válogattam képeket. Tehát ez a kettő most együtt fog futni, és majd aztán el fogom mondani, hogy tulajdonképpen hogy fog ebből kifejlődni az a gondolatmenet, ami a Sixtus Kápolnának a képregyével össze fog függeni. Tehát először most csak azt kérem, hogy hallgassuk meg és nézzük meg a képeket, a teremtés történetét ezekkel a képekkel illusztrálva. Addig ide kell, hogy jöjjek, és közben elkezdem ezt olvasni. Tehát, és mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És mondta Isten, gyűjjenek egybe az ég alatt lévő vizek, egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lőn. És nevezé Isten a szárazat földnek, és látá Isten, hogy jó. Aztán mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, makkozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki maga a földön, és úgy lőn. Hajta tehát a föld gyenge füvet, makkozó füvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek a gyümölcsében mag van az ő neme szerint, és látta Isten, hogy jó. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak rendessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremte Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas rendesült az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó, és megáldá azokat Isten mondván, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjék a földön. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt férfiúvá, és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik szaporodjatok, és sokasodjatok. És töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó minden állaton. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó. Most megkérem akkor, hogy légy szíves, hogy gyere ide, és akkor utána már kérem akkor a képeket, meg a következőket. Tehát a teremtés történetét most ezekkel a képekkel illusztráltam. Most azt láttuk, hogy ahhoz képest, amit mondjuk az ember elolvasná a teremtés történetét, nem biztos, hogy ilyen képekre asszociál által. Viszont a mai nap folyamán, akárcsak a mai napot is veszünk, vagy ebbe a korba tárgó érzelmekbe élünk, azért egyáltalán nem nehéz a teremtés történetének az adott részeit ezekkel a képjelekkel behelyettesíteni. Most innentől kezdve, hogyha az ember elgondolkodik ezzel, hogy ez mindenféle nehézség nélkül a teremtés történetét ezekkel a képjelekkel fel tudja írni, akkor egészen nyilvánvaló, hogy ezzel a világgal valami egészen komoly problémák lehetnek. Még most nem arról volt szó, amikor ezt összeválogattam, hogy az nagyon-nagyon sokat kellett volna utána nézni, hogy most kifordítsam egyébként az egészet valamilyen teljesen más irányba, és egy negatív oldalról közelítsen meg, hanem ezeket a képjeleket tulajdonképpen, ha az ember bekapcsolja a tévét, vagy megnézi az internetet, vagy kinyitja az újságot, a címlapját, vagy akár belelapoz, ezekkel a képekkel szembesülünk tulajdonképpen mindenütt. És innentől kezdve mondom azt, hogy egészen nyilvánvaló, hogy ezzel a világgal valami nagyon nincs rendben. Na most az, hogy ilyen szinten lepusztították az emberek a környezetüket, az életterüket, az egészen nyilvánvaló, hogy ez valamilyen szinten az ő saját önzésükre is alapozódott. Tehát önző lett ez a világ, és nyilvánvalóan azért éri fel így a természetet, azért éri fel a környezetét. Na most, hogy az ember elkezd azon gondolkodni, hogy az önzés végül is hogy alakulhatott ki, ahogy innen fogunk egyébként rákerülni a Sixtus Kápolnára, mert annak ott a képei egészen nyilvánvalóan meg fognak jelenni. Tehát, hogy a világnak a kifordulása önmagából tulajdonképpen az egyik fő indító oka ez, hogy az önzés elulakodott a világon. De mielőtt még rátérnék még mindig a lényegre, hogy egy kicsit tovább mondjam az elejét, statisztikai adatokat szeretnék most itt felsorolni, amivel szintén alá szeretném azt támasztani, hogy az a világ ez végzetes módon, legalábbis az én véleményem, az én álláspontom szerint elcsúszott egy negatív irányba. Most ezeket a statisztikai adatokat, amit felolvasok,
Ezért nem vagyok benne biztos, lehet, hogy 2015-ös, lehet, hogy 2016-os, vagy egy-két évvel korábbi adatok. Ilyen szempontból ez teljesen lényegtelen. A tendencia lényeg, hogy ebből milyen következtetéseket tudunk kiolvasni. Tehát a föld lakosságának, tehát az összlakossága, ezek mondom még egyszer, a statisztikai adatok, nyilván lehetnek eltolódások, ez nem biztos, hogy pont ennyi, de nagyságrendek a lényeg. 12 ezer milliárd dollárt költöttek az adott évben játékra, tehát számítógépes játékokra, 12 ezer milliárd dollárt. Cigarettára 52 ezer milliárd dollárt, és tiltott drogokra, hát már mennyire ez nyomon lehet törni, de nyilván becslésekről van szó, 73 ezer milliárd dollárt. Most, hogy ezt a három számot összeadjuk, matematikából nem vagyok túl jó, de azért otthon ezt megtettem, összeadnak, de leírtam, ez 137 ezer milliárd dollár egy évben. Na most, hogyha az ember ezt kiszámolja, megnézem, hogy egy adott évnek a költségvetési hiányt, hogy mennyiben lehet fedezni a költségvetést egy évben egy országnak, mondjuk Magyarországnak, én ezt kiszámoltam otthon, mert ez egy jó játék volt ilyen szempontból, hogy lássam a nagyságrendeket. Ez azt jelenti, hogy a 2000, tehát hogy a Magyarországnak azt hiszem, amikor ezt néztem, az 2015-ös költségvetése volt, tehát azt a szintet 205 évig lehetne fedezni, azokkal a kiadásokkal, amit mondom, egy év alatt az emberek ezek a teljesen felesleges dolgokra elköltöttek. Ezek a felesleges dolgok, mint a cigaretta, a számítógépes játékok, vagy éppen a drog, ezek nyilvánvalóan pótlékok. Tehát innentől kezdve lehet látni, hogy megint csak arra jutok ki, hogy az egész gondolatmenetet indítottam, hogy valami nagyon elszállt ezzel a társadalommal, ezzel az emberiséggel, hogy ilyen szinten, ilyen mennyiségű pénz képes investálni teljesen felesleges dolgokra, tulajdonképpen pótlékokra. Hát, hogy a pótlékokra ennyit költ, akkor nyilvánvalóan valami hiányzik az életéből. És hogyha hiányzik, ez pedig ilyen dolgokat próbálja kipótolni, nyilvánvalóan ennek súlyos következményei lesznek. Most még egy statisztikai adat, ez is elég megdöbbentő volt, hogy egy év alatt, tehát most a Földet nézzük, hogy a nagy átlagban 10 millió ember hal éhen. Most, hogyha ezt levetítjük megint azt, hogy akkor egy év, 365 nap, akkor egy nap alatt mennyien halnak, meg számításokat megint elvégeztem, csak mire ennek az előadásnak vége lesz, ami körülbelül egy-két óra, akkor az azt jelenti, hogy addig 3000 ember éhen hal. Tehát ameddig most itt hallgatjuk ezeket a gondolatokat, amiket én most tolmácsolok, lehet azt mondani, hogy igen, ezzel egyetértek, lesznek olyan gondolatok, hogy nyilván nem értek annyira egyet, de a lényeg az, hogy most itt vagyunk, tulajdonképpen egy meleg fűtött helyiségben, addig 3000 ember éhen hal a Föld, két óra alatt. És ez nem áll meg, hogy nyilvánvalóan ennél csak emelkedni fog, mert a Föld népesség is emelkedik. Rohamos ütemben, tehát a túlnépesedés az egyértelműen hatalmas probléma. Most ezek után az ember azon mindenképpen elgondolkodna, hogy ezekre a negatív tendenciákra, hogy ezek miért alakultak így, hogy válaszokat keressen. Na most jó, ha van festőművész volna, éppen ezért nem tudok más tenni, de nem is nagyon akarok más tenni, mint hogy úgy kezdek el bizonyos következtetéseket vagy összefüggéseket keresni, hogy a festészet nyelven, a művészet történet nyelven. Mert a művészet történet egyértelműen, mint a művészet is, ez képjelekkel dolgozik. Na most nekem meggyőződésem, a szent meggyőződésem, hogyha igazán fajsúlyos művészetről van szó, akkor nem csak ábrázolnak valamit, vagy éppen egy dekorációt gyártanak a falra, hanem itt arról van szó, hogy valamit a világról, annak a működésrendjéről, a világ problémáiról az emberiség számára közölni akarnak. És nekem meggyőződésem, hogy itt nagyon súlyos összefüggéseket és miértekre való kérdésekre lehet itt választani, hogy az ember megfelelő módon szemléli ezeket a képjeleket. Na most az előadásban most úgy építettem fel, hogy mindig nem a Sixtus kápolnára fogunk rákanyolni, itt négy kápolnát fogunk vizsgálni, de senki ne riadjon meg, mert nem arról van szó, hogy most mindegyiket végig fogom elemezni, hanem csak vezérelveket szeretnék ezek a kápolnák alapján mutatni, ami alapján aztán el fogunk jutni a Sixtus kápolnára, és az alapján lesz igazán érthető, hogy miért annyira fontos a Sixtus kápolnának a képrendje, amit mi most a mai napig egyébként szerintem az emberiségnek mondjuk a 90%-a úgy gondolok róla, hogy ez egy fantasztikus műalkotás, egyébként természetesen azt, tehát Michelangelo zsenialitását egyértelműen tükrözi, de hogy milyen szellemiség bontakozik ki a Sixtus kápolnából, szerintem az emberek nagyon elmennek amellett. Én jó magam voltam a Sixtus kápolnában, igaz, hogy akkor még zsenge fiatal koromban, olyan 20 akárhány éves lehettem, és arra jól emlékszem, hogy hatalmas sorok voltak, tehát ez természetes, de ahogy beözönlöttek az emberek, a kápolnának mondjuk a boltozata körülbelül úgy néz ki, mint ez, egy egyszerű D-kap, ahol ez van pont, mint ennek, mint persze nyilván jóval nagyobb és magasabb, rengeteg ember bent volt, bementek fényképezni, ez a tipikus japán turista szindróma, mindenki csodálkozott, egyébként döbbenetes tényleg a hatása, a látvány, mert szinte agyon nyomja az embereket, az a hatalmas figuráknak az áradata, és tényleg egyszerűen lenyűgöző maga a hatás. De az, hogy lenyűgöző a hatás, az azt jelenti, legalábbis mostani szemben, hogy visszagondolok, hogy a látvány az bizonyos szempontból elterelte a figyelmet arról, hogy az igazán mély összefüggéseket és az igazán mély mondani valók az ember meglássa. És most, amikor
egy jó pár évvel ezelőtt kezembe akadt egy, tehát a feleségemből kaptam ezt a hatalmas nagy Michelangelo albumot, meg lehetett kapni, valami 60-40 ezer forintot, nem tudom, de a Michelangelo az életben benne volt, és akkor néztem, tulajdonképpen életnagysága egyes fejek ki vannak fényképezve, mondjuk az utolsó ítéletről, és ott szembesült az ember azzal, hogy úristen, itt azért valami egészen másról van szó, mint amit eddig gondolt az ember. Na, de nem akarom itt szaporítani a szót, mert a vonat is megy majd olyan 9 óra körül, és gyakran belecsúszom ebből, hogy túl beszélgem itt a dolgokat. Négy kápolnáról beszéltem, illetve azt vetítettem itt fel, hogy arról lesz szó. Itt most kérném az a következő képen, az első kápolna, de tényleg ez csak bázatosan fogok erről beszélni, ez a szlovenyi kápolna, ez Enrico Sloveni építette az édesapjának a lelkűvéért. Édesapjával annyit lehet tudni, hogy őt Rivaldónak hívják és bankár volt. Most el lehet kézdeni, hogy bankár volt az apuka, és a gyermek úgy gondolt, hogy az apuka lelkűvér, egy egész kápolnát kell építeni, akkor már a bankárok körülbelül milyen szinten állhattak már abban a korban is. Egyébként ezt a kápolnát 1300-as években építették, és azt még tudni kell az édesapáról, hogy még maga Dante is megénekelte az ő személyét, és a pokolnak a hetedik körében helyezte. Tehát innentől kezdve azért lehet látni, hogy körülbelül milyen szellemiségről volt szó. Most ezt a kápolnát most csak azért hoztam itt példának, hogy ennek a képregyét, hogyha majd meg fogjuk nézni belőlről, de csak tényleg változatosan, azt fogjuk látni a szimbolikák által kivetítve a mai emberiség számára, hogy ez a kornak a szellemisége, hogy meddig jutott el. Tulajdonképpen mi az a szellemi irányultság, amelyet még képes volt elérni, és mi lesz az, amit már képtelen megugrani a mostani emberiség. És szerintem erre az életből rengeteg példát fogunk majd találni, hogy ez a kápolna egyáltalán nem hazudik, hanem igazat beszél. De majd mindjárt be fog menni a kápolnába, de egyébként csak felvázolnám a következő kápolnát kérni. Itt már a Sixtus kápolna lesz. Ezt a Sixtus pápa kezdte építeni 1473 és 1481 között, most ilyen lexikon adatokat mondok, de hát azért ezen is legyünk túl. Második Gyula rendelte meg egyébként Michelangelo-tól magát a Sixtus kápolnak az oldalfalait és a mennyezet freskóját, a megrendelését, ez 1408 és 1512 között festette ki Michelangelo, és 7. Kelemen alatt lett egyébként befejezve már az utolsó ítélet is, ami körülbelül 30-40 évvel később festette Michelangelo. Ezt 1536 és 41 között fejezte be. Most ez a Sixtus kápolna azt fogja megmutatni, hogy az az értékrend, ami egyébként még az előző kápolnában meg fogjuk látni, hogy még jelen volt, és egy pozitív minőség, egy pozitív energiakép hatott az emberiségre, hogy az mire lett lecserélve. És ez lett ez a perdöntő kérdés, mert a Sixtus kápolna pontosan ezt fogja nekünk letapogatni és megmutatni, hogy egy alapvetően pozitív szellemiség, ami addig a korig az emberiségnek a szellemiségét uralta, hogy az úgy változik át egy alapvetően negatív tendenciává, és ennek az alapvetően negatív tendenciának mi a kivetülései. És ez a mindennapi életben, hogy ez hogy fog jelenkezni. Tehát ezt fogja megmutatni a Sixtus kápolna. Tehát mire cseréljük ezt a szellemiséget. Kérem a következő képet. Nos, ha azt mondjuk, hogy a Sixtus kápolna vagy alapvetően negatív tendencia kezd el uralkodni, akkor nyilvánvaló, hogy minden valamire való elme azon kezd el gondolkodni, hogy ezen valamit változtatni kéne, méghozzá pozitív irányba. Ahhoz, hogy változtatni tudjunk ezeket a negatív energiákat, ezeket a negatív minőségeket, nyilvánvalóan pozitív erőt, valami pozitív szellemiséget elő kell hívni. Most majd látunk itt ezt a templomot, tulajdonképpen egy bazilika, ez 9. Gergely tette az alapkövét, itt az Assisi Szent Ferencre elvezett, Assisiben található Szent Ferenc bazilikáról van szó, 1228. július 17-én tették az alapkövét, és 1239-53 között építették meg. Tehát ezt fogja nekünk megmutatni, hogy mi az az erő, mi az a szellemiség, amit elő kéne hívni ahhoz, hogy véleményem szerint a világ megint valamilyen szinten egy normalizálódás útjára léphessen. A következő kápolnát kérem, itt most már Magyarországra látogatunk, hazánkban, itt Velemélyen vagyunk, egy oklevél említi először Velemélynek a megalapítását ennek a templomnak 1360-ban, és 77 és 78 között festette ki Aquila János. Ez a kápolna pedig azt fogja nekünk megmutatni, hogy milyen eszközökkel lehet előhívni azt a pozitív minőséget, ami egyébként, mondom, ezt a most már tulajdonképpen romjaiba dőlt világot egy normalizálódásnak pályájára állíthatná. Ezek nagyon szépen ki fognak rajzolni egymás után. Itt most nem is szaporítanám tovább ismét a szót, hanem azt kérem, hogy a következő képet nézzük meg, és most már be fogunk menni a szlovenyi kápolnába, ami egyébként Padovába található. Na most itt lehet, hogy még kicsit közelebb kell jönnöm, hogy igazán érthető legyen a történet. Azt kell látni, hogy itt három képrend alakul ki, tehát van egy felső sáv, ugye a zöld és a kék,
van ez a középső, ami ilyen lila színnel van jelölve, és az alsó, ami szintén hasonló színe. De a számozás alapján lehet látni, hogy honnan indul, innen indul a számozás, a képlet innen indul. A felső képmezőben, amit itt látunk, ezzel a boltívet befejezve, itt ezen látható Máriának és Jézusnak az élettörténete. Tehát elsősorban még Máriának az élettörténete, még kisgyermekkorától és hát felnőtt koráig, a középső látható Jézusnak az élettörténete, és az alsó részen pedig a pasió, tehát a szenvedés történet. Most azt jól látjuk, hogyha innen indulunk, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, nem sorolom tovább, teszünk egy kört, ugye megvan a bejárat, ami most nem látszik, teszünk egy kört, átjövünk erre az oldalra, a 12-esig eljutunk, itt lesz egy boltív, ez a 13-as képmező, ezen nagyon szépen át tudunk jönni a másik oldalra, és a 14-es pedig egyen lejje folytatódik. Az azt jelenti, hogy tettünk egy kört, majd következik egy lefelé ugrás, és megint elindul egy kör. 19, egészen elmegyünk a 26-osig, és itt következnek a gondok a 26-ossal, legalábbis az én értelmezésem szerint. Mert amint a 13-as szépen átkötötte és tudta folytatni a 14-essel a sort, úgyhogy mindenféle megakadás nélkül, szerintem ez könnyen belátható, hogy a 26-osról a 27-esre ide nem tudunk átugrani úgy, hogy egyszerűen tehát hogy egymás mellett legyenek, mint itt ezek a két mezők, hanem itt valami törés keletkezik, itt szakadék keletkezik a 26-es és 27-es között. Elindulhatnánk felfelé, tehát a 26-osról a 13-asra semmiképpen nem fog használni, tehát a képen itt nem folytatódhat. Ide kéne, hogy le tudjon ugrani, tehát hogy ezt a tendenciát folytas, ezt a lefelé tendáló mozgást, de nem tud átjönni, mert itt van a szakadék. Most azt kell megnézni, hogyha most szimbolikusan értelmezem, hogy a művészetről beszélünk, és ilyenkor szimbólumokkal kell gondolkodni, hogyha eddig el tudtam jutni mindenféle nehézség nélkül, akkor nyilvánvalóan, hogyha most ebben az emberiségre próbálok vonatkoztatni, az emberiség útjára próbálok vonatkoztatni bizonyos következtetéseket, akkor azt látom, hogy eddig a 26-os képmezőjük ez az emberiség nyilvánvalóan el tudott jutni. Mert ez egyértelmű. A 27-esig viszont nem. És akkor nézzük meg, hogy a 26-os képmező mit látunk. Kérem a következő képet, és ezt látjuk. Ez a 26-os képmező, ez Júdásnak az árulása. Ez azt jelenti, hogy ha most tényleg a szimbólumok nyelvén olvasom még egyszer a képet, és következtetni akarok erre a világra, ez azt jelenti, hogy ez a világ a Krisztusnak az árulásáig, tehát a krisztusi szellemiségnek, hát az önzetlen, önfeláldozó szeretetnek az árulásáig mindenféle ellentmondás és mindenféle nehézség nélkül képes eljutni. Kérem a következő képet, itt most közelebbre hoztam, látszik, hogy itt fogja a hátát, tulajdonképpen az ördög adja az instrukciókat, áruld el az embernek a fiát, áruld el a tisztaságot, áruld el az önzetlenséget, akár 20 ezüstér, akár 20 aranyérem, és ilyen szempontból teljesen mindegy, vagy egzisztenciáért, hogyha mai napra vetítjük ezt a történetet. A lényeg az, hogy mögéd állok, érez azt, hogy én vagyok a mögöttes erő, én fogom a vállagat, rám mindig számíthatsz. És ezt a tulajdonképpen ördög általi sugalmazást, ezt minden napjainkban egyébként érezhetjük. Mindig más formában természetesen. Tehát most nem azt jelenti, hogy most megjelenik az ördögi híd, az ördög az ugye mindig alakot vált, mindig formát vált, és különböző szinteken azért meg tud nyilvánulni az ember életébe. És ezt a leheletét tulajdonképpen érezzük, és eljutunk tulajdonképpen az igaz értékeknek az árulásáig. Tehát, hogy ezt a világot megnézzük, ez nyilvánvalóan ezt megtapasztaljuk. Tehát ami megy mondjuk a reklámpropagandával, illetve a fogyasztási társadalomnak a propagandálásával, hát azért az lehet látni, hogy az emberiség az szellemének teljesen leépül. Már pedig, hogy teljesen szellemileg leépül az emberiség, akkor az nyilvánvaló, hogy ezt az értéket már nem fogja fontosnak tartani. Ha pedig nem tartja fontosnak, akkor viszont hatalmas gonddal fog szembesülni, mert nem fogja eljutni a következő képmezői kérem, meg talán még közelebb behoztam, igen, hogy lehessen látni az ördögnek a profilját, mert majd később vissza fog köszönni, és azért hoztam be, és akkor most a következő képmezőn azt fogjuk látni, hogy mi az, ameddig nem tud eljutni az emberiség. És itt van az utolsó vacsora. Itt mi történt az utolsó vacsorán, hogyha megint nem szimbólum nyelven kell mondok, de itt tételesen mi történt. Tehát Krisztus felajánlotta a saját testét, saját vérét az ott lévő 12 apostolnak, megmondták, hogy ez a, megmondta Krisztus, hogy ez az én vérem, és ez az én testem, ezt vegyétek, ezt igyátok az én emlékezetemre. Tehát, hogy a két szót összeolvasok, és hogy a papával itt tartott előadásnak, akkor nyilván itt a jelenlévőnek se lehet ezen túlságosan bonyolult ezt az összefüggést meglátni, hogyha a testének, tehát a testét és a vérét felajánlja az emberiség számára maga Krisztus, hogy ezt a két szót összeolvasok, akkor nyilvánvalóan egy testvérségről van szó. Tehát az, hogy magát a krisztusi szellemiséget én test és vérként befogadom, tehát Krisztus testvérévé tudjak válni. Hogyha ez az emberiség Krisztus testvérévé válna, akkor nyilvánvalóan azok az alapvető problémák, amelyek romba döntik ezt a világot, egy pillanat alatt megszűnnének. Na de hát láttuk a szakadékot a szlovéni kápolnába, az ördögig el tudtunk jutni, itt volt egy hatalmas szakadék, ugye, amit a boltív tulajdonképpen képezett ebben az esetben, és idáig nem vagyunk képesek eljutni. Tehát utolsó vacsorának a megéréséig, magyarul a krisztusi szellemiségnek a megéréséig nem vagyunk képesek eljutni. Na most kérlek akkor a következő képet. Itt most természetesen azt láthatjuk, hogy amikor én beszéltem arról, hogy mit fogunk látni majd a Sixtus kápolnába, akkor azt vázoltam fel, hogy azt az alapvetően pozitív szellemiséget,
amit a szlovenik általában láthattunk, tehát például az utolsó vacsorának a propagálása által, hogy ez mire cserélte az emberiséget. Most a Sziszusz kápolnából látunk egy képmezőt, ez az oldalzalból látható, és ez egy ószövetségi figurát látunk ebben a percben. Tehát a Krisztusságig az ember nem volt képes eljutni, viszont érdekes módon, az most megelőlegezve egyébként az egész témát, azt fogjuk látni, hogy a Sziszusz kápolnába, ami egyébként a pápaságnak a szakrális központja, mert akárhogy is nézzük, az még a középkorban, a reneszánszban, és még az azt követő időszakok, egyenesen az egészen az 1800-as évekig, ez a pápának a magánkápolnája volt. És az 1800-as évek közepétől vált pápa választói színhelyé. Most kezdjünk el megint szimbólum nyelven gondolkodni, hogyha oda bemennek a bíborosok azzal a céllal, hogy onnan meg fogják választani a következő pápát, mert nyilvánvalóan ezzel a célra mennek be, akkor ezt tulajdonképpen értelmezhetjük úgy is, mint egy hatalmas magzat. Tehát bemegy oda egy minőség, ezt most értsük meg, kicsit idegennek tűnik most így első hallás ez, amit mondok, de mindjárt be fogom vezetni. Tehát bemegy oda egy minőség, mondjuk bíborosként, viszont pápaként fog kijönni megszületve. Tehát ott születik meg pápaként, tehát ilyen értelemben gondolom arra, hogy ez egy magzat dolog. Onnan születik meg egyébként a pápaság. Innentől kezdve egyértelműen, mai napig még egyszer hangsúlyozom, a pápaságnak a szakrális centruma, és megjelennek az ószövetségi tételek. Tehát a Krisztusság helye. De hogy milyen szinten és milyen nagyságrendben, azt majd mindjárt látni fogjuk. Tehát erre kezdi az alapvetően pozitív szellemiséget lecserélni az emberiség, amely Sixtus kápolnából kezd kihajtozni. A következő képen pedig láthatjuk, és megint egy kis szójátékkal kell élnünk. Tehát itt Dávid és Góliátnak a történetét látjuk, ami egyébként az egyik gömb háromszögben az oldalsó képeknek az egyikén figyelhető meg. Most az történik, hogy Dávid, hát ismerjük a történetet, hogy egy parintyának a kövével pontokon dobta ezt a szerencsétlen barátunkat, utána rámászott a hátára és levágott a fejét a Bibliának a vonatkozó története szerint. Hát itt egyértelműen egy lefejezési aktus látunk ezen a képezőn. Kérem a következő képet, ez pedig Judit és Holofernész története, szintén a Sixtus kápolnának a másik gömb háromszögéről, és itt megint csak azt látjuk, hogy lefejezéssel állunk szemben. Tehát egyre brutálisabb képek kezdenek el kirajzolódni a Sixtus kápolnában. Még egyszer mondom, hogy amikor ott voltam mondjuk a japán turisták és a kedves barátainkkal együtt, akkor az embernek ez nem tűnt fel, hogy milyen brutális képjének fogalmazódnak meg egyébként. Mert hát, hogy jó keresztény emberhez méltó, azért tudtuk, hogy például az Eszternek a történet, az Eszter könyv, ami az előbb láttuk ezt a képmezőt, hát ez egy alapvetően pozitív minőségként tanultuk mindig a hittanórán. Hát ezt a történetet, az Eszter könyvének a történetét. Aztán az ember jobban elkezd rajta gondolkodni, mint ahogy már meg is fogjuk nézni, itt azért alapvetően másokról van szó. De itt, amire most elsősorban koncentrálunk kell, azt egy fejnek a levágását látjuk. Na most, hogyha az embernek az egységét nézzük, ahogy él ezen a Földön, akkor az nyilvánvalóan az embernek van testisége, lelkisége és szellemisége. Na most, ha én a fejet leválasztom az emberi testről, mint ahogy itt most egyébként Judit leválasztja Holofernésznek a fejét, vagy ahogy Dávid leválasztja Góliátnak a fejét, akkor ez azt jelenti, hogy egy bizonyos szellemiséget én elkezdek lemetszeni egy adott egységről. Na de most persze lehet azon elkezdeni gondolkodni, hogy milyen szellemiséget választ le Judit vagy Holofernész. Én most nem ebben az irányba vinném el egyébként ezt a kérdéskört, hanem annak az irányába, mondtam, hogy van egy hármas egység, amiben felépül az ember, a testiség, lelkiség és szellemiség. Hogyha a szellemiséget levágom, akkor az azt jelenti, hogy egy egységet, amit maga az ember alkot, az egységet mindenképpen megbontok. Tehát amit itt Judit és Dávid képvisel, ezeken a képeken az egyértelműen azt jelzi, hogy valamilyen egységnek a megbontása történik meg ezen a szinten, ezeken a képmezőkön is, ez a szellemiség által. Most kérnék a következő képet. Tehát, amikor a fejet leválasztotta mind Judit, mind Dávid, akkor ugye most mondtam, hogy lesz egy kis szójáték, a magyar nyelvnek nem a szabály, hanem inkább azt mondanám, hogy a csodálatossággal által azért ennek van több jelentése is. Tehát leválasztani lehet egy fejet is, meg lehet választani is két erőtér között mondjuk. Tehát egy választási lehetőség is az emberiség kezébe adatott. Ugyanúgy az ószövetségi korban, mint az újszövetségi korban, vagy napjaink korában. Tehát nekünk, ma élő embereknek ugyanúgy minden nap vizsgahelyzettel kell szembesülnünk az életek a területén, mint akár az 500 évvel ezelőtt élt emberiségnek, vagy akár a 2000 évvel ezelőtt élt emberiségnek. Választanunk kell bizonyos erőterek közül. És azt, hogy mit választunk, hát az alapján fog mondjuk a világnak a sorsa eldőlni. Ez lehet, hogy nagy szavaknak hangzik, mert hogy most itt vagyunk 5-83-an, teljesen mindegy, hogy menjen. Ez most úgy tűnik, hogy tehát mi nem tudunk tenni a világért semmit. Ami szerintem egyébként nem igaz, mert mindenki a maga szintjén, a maga kis közösségében, hogyha valamit tesz, és az pozitív irányba teszi, akkor az hatással lesz egy nagyobb közegre, az
még egy nagy véghatással lesz egy nagyobb közegre, és ez alapján alul építkezve, igenis én hiszek abba, hogy pozitív irányba lehet megváltoztatni a világnak a működését. De ahhoz, hogy ezt pozitív irányba meg tudjuk változtatni, a világnak a működését, tisztába kell lenni alapvető értékekkel, hogy egyáltalán mi közül kell választanunk. És itt lehet látni, hogy az emberiség a Sixtus kápolnának a megfestése pillanatában, akkor már 1500 éve eltelt azóta, mostani távadban, hogyha visszatekintünk, amikor Krisztus Pilátus előtt állt, mert ez egy választási lehetőség volt, az emberiség itt választási helyzet elé állt, tehát hogy választania kellett két minőség között. Az egyik oldalon állt Barabás, a másik oldalon pedig állt Jézus Krisztus. Na most itt, ha az ember nagyon profán módon gondolkodik, akkor nyilvánvalóan azt lehet tudni, hogy egy alapvetően pozitív és egy alapvetően negatív minőség között kellett választani. De ha jobban megvizsgáljuk ezt a kérdéskört, itt a neveknek a jelentés tartalmára kéne elsősorban koncentrálnunk, és azt tudni kell, hát Jézusról, azt tudjuk, hogy az ő neve, Jézus, hát azt már abban az időben is tulajdonképpen így fogalmazták meg, Jezsua ez volt a neve, és ez alapján is lehetett bemérni az ő szerepkörét bizonyos szempontból, viszont ami most igazán fontos lesz, hogy ki is valójában ez a Barabás nevezetű, hát ahogy leírják a Szentírásra vonatkozó ige helyén, mi ezt bűnözőként is, egy bűnös emberként is tanultuk annak idején, de itt alapvetően más dolgokról van szó. Tehát a 300-as évekig még Barabást nem mint Barabást említették a korabeli iratok, hanem még Origenész is hivatkozik rá, teljes neve neki Jezsua Barabbas volt. Ami a következőket jelenti, tehát a Jezsua az azt jelenti, hogy Jézus. A Barabbas pedig ez egy arámi eredetű szó összetétel, a Barabbas az azt jelenti, hogy az atyafia. És akkor ez azt jelenti, hogy Jézus az atyafia. És akkor az ember kezd megdöbbenni, hogy akkor most tulajdonképpen ki között kellett a korral emberiségének válaszolni. Mert egyik oldalon állt Jézus, aki a teremtő atyafia volt, a másik oldalon pedig állt Barabbas, Jezsua Barabbas teljes nevén, tehát erre vannak vonatkozó iratok, tehát ez egy teljesen hiteles információ, hogy ez volt a teljes neve, tehát a másik oldalon is állt Jézus az atyafia. És gondolom, hát azzal szembesülünk, azzal megdöbbentő tényel, hogy középen ül vagy áll Pilátus, egyik oldalon is Jézus áll az atyafia, és másik oldalon is Jézus az atyafia. De akkor most tényleg ki között kellett választani. Most itt nagyon fontos megállapítani, és itt jön tulajdonképpen a lényeg, hogy Jézus az nyilvánvalóan mi hitünk szerint, legalábbis a kereszténység hite szerint, vagy még tovább megy, ami mondjuk elsősorban az evangéliumban és az új szövetségben hisz, egyetemes megváltóként értékeljük. Ugyanakkor Barabás, vagy Barabbas, ahogy akkor mondták abban az időben, és itt fel is írtam a nevét, ez a rabbi, akiba nevezető Talmid magyarázó is, ő tulajdonképpen messiásként állította be Barabást. Mert a messiás és az egyetemes megváltó fogalma itt alapvetően ketté válik. Az egyetemes megváltó az nyilvánvalóan Jézus Krisztus, aki azért érkezett erre a földre, hogy a földön minden embert hovatartozás nélkül, mindenféle nemi identitás nélkül, mindenféle különböző csoportokhoz tartozás nélkül, hogy megváltsa, hogy felemelje, hogy adjon neki egy lehetőséget, hogy tulajdonképpen még a pokol legmélyebb útjában is van megváltás. És senki között nem tett különbséget, ezért egyetemes megváltó. Ezzel szemben viszont a messiás az egyértelműen csak azért jött erre a földre, és a zsidók úgy is várták egyébként a messiást, hát ez megint csak nem lehet kérdés, hogy a zsidó népet visszahelyezi abba a pozícióba, ami egyébként őket megillette. A messiás szigorúan ezt jelenti, egy földi minőségű keretek között rendeződő konfliktusnak a megoldóját, egy megoldó szemét. Most volt még egy az időszámításunk szerinti első és második században, még élt egy Barkóba nevezető vezér, aki a legutolsó zsidó felkelést vezette, őt is egyébként messiásként üdvözölték a korabeli zsidóságnak a tagjai. Tehát itt teljesen egyértelmű, még egyszer mondom és hangsúlyozom, egy nagyon fontos tétel, hogy a messiás és az egyetemes megváltót ketté kell választani. És amikor most azt nézzük, hogy ki között válaszol az emberiség ebben az időben, amikor Jézus ott áll Pilátus előtt, akkor a Jézusnak az atya, amikor azt mondta, hogy azt mondjuk, hogy Jézus az atya fia, akkor teljesen egyértelmű, hogy ő rá úgy kell gondolni, aki az atyára úgy mondott, mint a mennyei atyára gondolt. Ezzel szemben Barabás viszont egy földi minőségű atyának, mert tulajdonképpen egy apai minőségnek volt a fia. Tehát az egyik egy vertikális mozgás mutat, ez Krisztus, tehát aki összeköti az eget és a földet, a másik az pedig egy horizontális gondolkodás, ez volt Barabás, aki csak a földi szinteken próbálta megvívni a háborúit, és földi szinteken próbálta a konfliktusokat rendezni. Ez volt Barabás. És ezek közül kell választani, két tendencia közül, hogy most égre fogok tekinteni, vagy pedig a földre intézek el mindent. És hát ennek látjuk egyébként a negatív jeleit. Az emberiség mindent itt akar a földön elintézni, ezért vannak egyébként a háborúk, ezek minden ilyen földhöz ragadt dolgok. Földi konfliktusokat, földi eszközökkel megvívni. Hát nem képes arra, hogy az égre tekintsen, és egyáltalán valamilyen szinten kontaktust, vagy kapcsolatot keressen magába a teremtő Istennel. És ekkor letette a voksát az emberiség, hát átítéltem az ember
emberiségben nyilvánvalóan a zsidó főkapokról volt elsősorban szó, de annak a hatására a korabeli emberiség, vagy a döntést meghozták, letették a voksot, amellett, hogy ők itt a földi szinten akarnak tájékozódni. Nos, ez egy végzetes félreértés volt. És az emberiség, amely most idejként minket körülvesz, ez nyilvánvalóan szintén földi szinten próbál tájékozódni. Elvesztette a kapcsolat az éggel, és ezért olyan egyébként a világ, mint amilyen, amit láttunk az elején felvetítve, illetve nem mindannyian, de ezért tudtam például a teremtés történetét ilyen képjelekkel felvázolni, mert az emberiség elvesztette a kapcsolatot magával az Istennel, emiatt nincs benne mondjuk lelkiismeret fordulás, nincs lelki fék, és gátlástalanul megteszi azokat a cselekvényeket, amelynek a képi kivetülései voltak az első évek. Na most akkor a következő képen, hát most majd Barabás fogjuk látni, ezt csak így betettem, mint egy illusztráció, tehát ő lenne ugye itt a földi minőségnek a képviselője, és ez a következő képen pedig megint a ez most már egyébként a Sixtus kápolának az egyik oldalképe, ez Peruccino, szintén az utolsó vacsora, ezzel csak azt szeretném megint itt illusztrálni, hogy amikor az emberiség választott, akkor ez az a szint, még egyszer, tehát a Krisztusnak a teste és a vérének a magunkhoz vétel, amit az utolsó vacsora szimbolizál, ezt a szintet az emberiség nem képes elérni. Viszont az lehet, hogy nem képes elérni, viszont azt nagyon jól látjuk, hogy bizonyos erőterek, ezek lennek politikai erőterek, vagy szellemi erőterek, nagyon szívesen használják az egyházi témákat. Az egyházi témákat viszont nem csak olyan szempontból és olyan értelemben lehet használni, hogy az embernek a lelkisége megtisztuljon, hanem például a vallás gyalázáson keresztül lehet ezeket az értékeket devalválni, és tulajdonképpen egy parkoló pályára állítani azokat az igazán fontos értékeket, ami tényleg az emberiség számára alapvetően pozitív minőséget jelenthetnének. És ezzel a mai kor embere, itt értsük a művészeket rajta elsősorban, legalábbis az én szemszögemből, mert én elsősorban tehát ezekben a témákban látok bele, nagyon jó nyomon követhető, hogy a vallásgyalázásnak milyen eszközeivel élnek. Tehát az utolsó vacsoráig nem képes eljutni ezen a szinten, tehát a szakralitását nem képes megélni, de kérem a következő képet, azt viszont látni fogjuk, hogy milyen szinten éli meg. Most ez a kiállítás, itt már úgy tűnik, hogy ez olyan téma, hogy neki is kell egy kicsit vetkőznöm, mert az ember kezdettől kimelegedni, tehát itt arról van szó, hogy Szegeden volt egy kiállítás, egy kortárs kiállítás, az abban az időben nagyon nagy botrányt is kavart egyébként, és talán még a polgármesterre is vitték az ügyet, hogy be akarták tiltani ezt a kiállítást, de aztán nem tiltották be. Következőről van szó, egy liberális festőművész, vagy nem is tudom, tehát ezek milyen szinten festőművészek, mert nyilván festőket és ecsetet még nem nagyon vettek a kezükbe, de ilyen performanszokat hoznak létre. És hát azért, hogyha valaki, azt sem mondom, hogy most nagyon bele kell egyébként olvasni ebbe a képjelbe, azt, hogy most az utolsó vacsorának egy teljesen profán, sőt, gyalázó képjelével állunk szemben, 12 tányért látunk rajta, 12 emberi ülőkbe el van helyezve, és középen pedig van egy kéz, egy levágott kéz, ami mondjuk egyébként a Krisztusnak az áldáshoz tud kezést lett, vagy hogy hát a 13. szereplő az utolsó vacsorának mindenképpen Krisztus. Tehát én megnézem a 13. szereplő, a kéz, hát itt tart most egyébként a világ, hogy ilyen képjelekkel asszociálnak az utolsó vacsorára. Most a következő képen is látni fogjuk, itt van egyébként a kurátor, aki ezt a kiállítást megrendezte, és itt bőszen magyarázza, hogy természetesen ez csak belemagyarázás és rosszindulatú célozgatás, hogyha az ember ebben egyébként vallásgyalázó tendenciát kell felfedezni. És ami igazán jellemző, és bevágtam ide ezt a képet, hogy ez természetesen, amikor egy ilyen képjel megjelenik, mert azért vannak egyébként normális kiállítások is, az nem kelti fel érdekes módon a médiának az érdeklődését. Ha viszont valami vallásgyalázó, valami provokatívval, valami igazán extrém bizonsággal találkozunk, akkor a média hiányai azonnal ott vannak, és erről nyilvánvalóan hírt adnak, mint hogy most ide is ezáltal eljutott. Most ez valahol lehet, hogy az én hibám is, hogy ezt propagálom, de most elsősorban tendenciára szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a szellemiség uralkodik. És ez érdemel egyébként figyelmet. Na most a következő képen, hát is egészen közelebb bevágtam, hogy félreértésről mi szó, hogy emberi ürőjékről van szó. A következő képen viszont azt fogjuk látni, hogy a vallásgyalázás természetesen tovább folytatódik a kortárs művészeink között. Ő egy német akcionista, egy osztrák akcionista művész, a neve Hermann Nitsch. Azt látjuk, hogy van egy kettévágott disznó, háttérben egy keresztre feszített mesztelen nőhölgy, és a disznónak a vérébe be van fröcskölve a teste. Na most, hogyha nagyon elrugaszkodunk, egyébként nem kell elrugaszkodni a valóságtól, csak itt a kép jelhez képest elrugaszkodunk a valóságtól. Hogyha most az évkörben nézzük a disznó, az egyértelműen azért mégiscsak az érzéki örömöknek a megnyilvánulása, tehát a bikaságnak a kifejezése, annak egy eltorzult képjelével állunk itt szembe. Hát itt azt jelenti, hogy lerántja egyértelműen az anyagvilágnak a szintjére, tehát megszentségteleníti magát a keresztet, magát a keresztre feszítette, és tulajdonképpen a női minőséget is meggyalázza azzal, hogy disznóvérre és disznóbélre befröcsköli. Hát ez egyértelműen a földön túró minőségnek a képjelével. És ezt állítják ki egyébként múzeumokban.
mint performance, mint mostanában nagyon aktuális és figyelemben méltó képére. A következő csendben is egy pár képet még hoztam, hogy lássuk meg, hogy hol tart a világ. Ez Andrész Szerában nevezett úriember, ez egy New York-i művész, itt pedig egy megnyitott ember láthatunk a feszület előtt. Hogy milyen megfontolásból, milyen apropóból követte lesz, ezt nem tudjuk, de hát a tendencia megint egyértelmű. Tehát a Krisztusságot felhasználom arra, tehát megjelenítem, de nem a maga szakralitásában, hanem a gyalázásnak az eszközeként. A következő képet kérem, hát most közelről látjuk, tehát ez, azt hiszem, hogy szavak is teljesen feleslegesek, ha látjuk, hogy mi történik. És akkor még egy képjel, sőt majd lesz még egy, ez szintén a Serrano, ez a kép azért híresült el, mert ha most így nézzük, tulajdonképpen egy ilyen szép, ilyen szfumátós, tehát ami a reneszánszban volt jellemző, egy kicsit olyan ködös tónussal megjelenített Krisztus ábrázolás is lehetne, hogy az ember nem tudná, hogy itt valójában miről van szó. És arról van szó, hogy ez körülbelül egy emberi nagyságú feszület volt, de volt egy valamivel nagyobb, mint emberi nagyságú akvárium. Ezt az emberi nagyságú akváriumot teleöntötték emberi vizelettel, és ebben merítették meg ezt a Krisztust. Tehát ezek után, hogyha az ember ezen elgondolkodik, hogy hol tart a világ, hogy a Krisztusságot, ezt a szellemiséget, amit egyébként az képvisel, kiállító termek falai között mondjuk a legmenőbb New York-i galériában kirejt, hogy állítani egy emberi vizeletben megmerítem, és ez megint csak felkelti a sajtó érdeklődését, és mondjuk a Serrano-nak az alkotása ilyen dollármilliókért kelnek el, mert hát ő most olyan előkelő pozíciót foglal el, tehát hogyha a világ ezt a szellemiséget propagálja, akkor komoly baj van ez. Tehát most itt láttuk, hogy külföldben egyébként hogy működik ez a dolog, de most ha visszalátogatunk Magyarországra, még egy utolsó kérdő, aztán ezt be is fejeztem tényleg, csak hogy lássuk, hogy Magyarországon sem kimérik, amikor a műcsarnokot átadták Fekete Györgynek a tulajdonképpen, hogy ő rendelkezhetett felette, illetve a Magyar Nemzet vagy a Magyar Művészeti Akadémiának a hatásköre helyezték a műcsarnokot, akkor az addigi egyébként szintén egy liberális gondolkodású vezető, hát ő erős tiltakozásba kezdett, hogy most már itt aztán vége van mindennek, mert Fekete György majd jön ezekkel a nem is tudom, hogy milyen ilyen nemzeti, mély magyar és egyébként meg elfogadhatatlan és teljesen csak egy ilyen lokális köröket érintő művészeti világoknak a beverésével, és tiltakozni kezdtek Fekete Györgynek a személy ellen, és szerveztek egy olyan kiállítást, hogy ennek apropóján, hogy mindenki, tehát minden művész, aki ebben részt kívánt venni, fogalmazza meg a tiltakozását képjelekkel. És ez szintén egy tendencia volt, hogy itt is lehet látni, hogy van egy keresztre feszített hölgy, itt oldal nem is lehet, ilyen feldarabolt állat látszik, és itt Fekete György egy kutya képében megjelenik, a kutyának a képében, vagy az arcából, vagy szájából kijön egy ilyen, nem is tudom, ilyen zsidószerűség, és ott a nőnek a mellénybójába csatlakozik be. Plusz, hogyha itt megnézzük, hát azért látjuk ezt a fordított keresztet, tehát nem is égnek a, mondjuk ahol a világ, vagy az életet adja mondjuk az új életnek, hát azért ez ilyen szinten megmagyarázza, és csak így tudják megfogalmazni a negatív kritikájukat egy másik előtérrel szemben, akkor azt kell mondanom, hogy azért ez nem csak egy magyar jelenség, hanem ez az egész világon láthatjuk, hogy ez a tendencia az végig söpör. És ez onnan indul egyébként, amit már láttunk a szlovéni kápolnától, hogy abba a szellemiségbe, amit egyébként az utolsó vacsora képviselt, hogy nem tud átjutni az embert. Az ördög árulásáig oda mindenféleképpen. Tehát, hogy most azt a képet ide gondoljuk magunk mellé, amikor az ördög fogta az emberem hátét, és mondtam azt, hogy a mai korunkban teljesen másképp nyilvánul meg az ördög. Most kérdem, hogy aki ezt megalkotta ezt a képet, vagy az előző képeket, amit láttunk, hogy annak vajon nem átult az ördög a hátrajogat, és nem súgta neki az instrukciókat, hogy én itt vagyok mögötted, és akkor tedd ezt. És ez pontosan, ez Krisztusnak az árulása ugyanúgy, mint ami megtörtént 2000 évvel ezelőtt Júdás által. Tehát ez az árulás útjára lépett ez a világ, teljesen világos. Na most a következő képet kérném, és most megint behozom az utolsó vacsorát, most már csak azért, mert most egy másik szempontból szeretném megvilágítani, mert hogyha ezt a figurát megnézzük, az ez megint csak egy döbbenetes képje. Egyébként erre Pap Gábor hívta fel a figyelmet, de én csak annyit mondtam, hogy ha ezt a gondolkodást fogjuk követni, és mert hát azért azt nem felejtjük el, és ebben megint nincs olyan különösebb túlzás, hogy valamennyien és valamilyen szinten azért mi mindannyian Krisztus apostolai vagyunk. Nyilvánvalóan, hogy nem is azon a szinten, mint ahogy apostolok voltak, de hát nekünk ezt az értéket, ezt a szellemiséget mindenképpen képviselni kellene. Hogyha mi ezt felvállaljuk, akkor nyilvánvalóan Krisztusnak a 20.-21. századi apostolai vagyunk. Hogyha most ezeket a figurákat önmagunként értékeljük, viszont egy olyan világban élünk, és olyan módon éljük ezt a világot, hogy elfogadjuk azokat a tendenciákat, amit az előbb láttam, hogy nyilvánvalóan, hogy a fejünk felett lévő szimbolikus glória, ami egyébként egy szellemi kisugárzásnak lenne a képjele, a megnyilatkozási formája, ez látjuk meg a glóriának, itt látjuk Krisztus felett arany, tehát az egyértelmű a fénynek a színe. De mi van ezekkel a 12 apostollal? Ja, most ezt levetítjük a mai kor apostolja. Egyértelműen feketévé váltott át ez. Tehát egy sötét aurája lesz az emberiség szellemiségnek. Tehát sötét szellemiség fog uralkodni az egész emberiségen.
ez Giotto megfestette már legalább 800 évvel ezelőtt a képe, és szinte profétikus, hogy is mondjam, előrelátással látta azt, hogy az emberiségnek a szellemisége, tehát a idézőjével a glóriája, hogy mivel fog átváltani. Tehát egy fekete szellemiség fog rávenni az emberiséget. És hát Pap Gábor mondta, hogy megnézik ezt tulajdonképpen, ennek a glóriának ez így kéne, hogy a térben a feje fel kéne levegnie, ez pedig így, mintha elé lenne téve. Tehát tulajdonképpen mint egy szemellenző van előtte, ez a sötét műség, és nem is látja tőle a világnak a dolgait. Tehát itt arról van szó, hogy a, hát most a nagyon profán és egyszerűen akaró fogalmazó, hogy lehúzták előttünk a redőnyt ezekkel a gondolatokkal és ezzel a szellemiséggel. És nem látjuk tulajdonképpen se a fától az erdőt, se az erdőtől a fát. Nem tudunk tájékozódni, hanem csak ez a sötétség van előttünk. És hogy ez a sötétség előttünk van, akkor nyilvánvalóan, hogy egy olyan pozícióba kerülünk, hogy az alapvető kihívások, amit az élet elénk, ezt nem is nagyon tudunk érdembe reagálni. Ha pedig nem tudunk reagálni, akkor meg teljesen kiszolgáltatottak leszünk. Ha pedig teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, mert ez egy logikai láncolat, akkor pedig alapvetően arról az, hogy bármit meg tudnak velünk tenni, bármit el tudnak nekünk adni, és tulajdonképpen úgy élünk ezen a Földön, hát mint most, amit beszéltünk itt az előadás előtt, amiről elkezdtem mostanában emlékezni, mint ahogy a paraziták által megtámadott gazda állat. Tehát ránk telepednek, kiszabolyoznak minket az energiáinkat, és tulajdonképpen eltűrjük, elviseljük azt, ami a mi életünkre egészen konkrétan veszélyt jelent. Na most kérném a következő képet. Itt ugye pedig arról lesz szó, hogy mit kellene előírni. Most ez egy döbbenetes képjel. Ez az Assisi Szent Ferencnek a bazilikájában, az altemplumában látható ez a kép. És hogy ez milyen úton következhetett be, ezt megmondom őszintén, hogy nem igazán tudom rá a választ. Itt arról van szó, ez Csimabogó festett egyébként ezt a képet, ez egy Krisztusnak a keresztrefeszítése. És ha megnézzük, igazság szerint ezeken a figurákon lehet a legjobban látni, és a másik oldalon. Hát, hogyha kérnék egy másik képet, mert azért majd közelebbről lehet látni, igen. Hol látunk ilyen figurákat? Tehát régen, amikor nem voltak ezek a digitális fényképezőgépek, és valaki fényképezett, ez egy teljesen negatív kép. Tehát itt arról van szó, hogy aminek világosnak kéne lenni, az sötét, például az arcnak ugye az előlévő része az, aminek a világosak, ezek besötétettek, és ami meg mélyen van, mondjuk a szemgödör, az pedig kivilágosodott. Mint egy negatív film, pontosan így néz ki. Most, mikor ez Csimabue megfestette ezt a képet az 1200-1300-as években, akkor ez nyilvánvalóan színekkel szépen meg volt festve, és az idő folyamán, hogy ez most valamilyen kémiai hatásnak a következményeként, vagy hogy ez teljesen mindegy, de ez a kép átváltott egy negatív képé. Na most, hogyha én azt megnézem, hogy tulajdonképpen ez a kép mit ábrázol, Krisztus keresztrefeszítését, de a Krisztusnak a keresztrefeszítését pedig azért nem csak azon a szinten értelmezem, hogy most az Istennek a fia, és tulajdonképpen aki valóságos és egy valóságos ember van, az meghalt értünk a kereszten, hanem tulajdonképpen az a feltámadásnak is a talaja is egyben. Maga a kereszt az pedig lehet egy célkereszt is, amivel belőlem igazából, hogy mi az emberi életnek a célja, tehát a Krisztusságnak az elérése, akkor az egyértelmű, hogy nekem azt a minőséget, amit a Krisztusnak a keresztjén látok, Krisztus személyében, azt kell becéloznom, és azt kell egy olyan minőségként állítani az életem példájaként, amit egyszerűen, tehát kontaktus kell teremtenem, be kell céloznom, és el kell érnem ezt a Krisztusságot. Tehát ez kell legyen a cél. Tehát ezt a minőséget kellene előhívni. És azért hoztam ezt a képet példának, mert mint ahogyan a negatív képet annak idején elvittük az Offotérbe, és elő kellett hívni, hogy pozitív legyen, ugyanezt a negatív képet, ami most ez ábrázol, ezt a Krisztus keresztrefeszítésén keresztül bemért Krisztusságot, ugyanúgy kéne az életünkbe előhívni, mint ahogy egy negatív filmet elő kell hívni. Tehát most mondom, hogy ez döbbenetes, hogy ez hogy váltott. Tehát én kérdeztem egyébként ilyen restaurátor szakembereket, ők is nagyon tudják, hogy ez hogy következhetett be, és az egész valahol döbbenetes, hogy van itt több kép ebbe az altemplomi részbe, és csak ez az egy váltott át ilyenre. Tehát vannak más témák, és kizárólag a keresztrefeszítés váltott át ilyen negatív hatású képre, és mondom még egyszer nem tudják. Tehát mondom, nyilvánvalóan meg lehet magyarázni azzal, hogy voltak különböző ilyen kémiai hatások, meg hogy csak a véletlen művet, tehát én azt mondom, hogy én viszont azon a véleményem vagyok, mert nyilván lehet azt is mondani, hogy a betlemei csillag az csak véletlenül járt arra és mutatta a pásztoroknak, a templomnak a kárpítja egészen véletlenül hasadt fel akkor, amikor Krisztus meghalt a kereszten, de én azt mondom, hogy szerintem ilyen szinten nincsenek véletlenek, hát ez mint egy instrukciót ad a mai kor emberiség számára, hogy ezt a minőséget kellene előhívnunk. Most a következő képen még lehet, hogy fogunk látni, tehát itt van, tehát a számítógépen meg lehet azt csinálni, hogy a negatívat átváltom pozitívá, és átváltottam pozitívá, és itt lehet látni, hogy most már egyébként normálisan látszanak az arcok. Tehát itt teljesen egyértelmű váltásról van szó. Na most a következő pedig az, hogy hogyan és milyen eszközökkel lenne, hát ez Krisztusnak az ábrázása, de ez elég komályos, tehát ez nem annyira meggyőző. Kérném a következő képet, hogy milyen eszközök, hát ez meg pozitívba átváltva, hogy milyen eszközökkel lehetne előírni, akkor még egy következő képet, most itt Veremérben vagyunk. Tehát milyen eszközökkel lehetne előírni ezt a pozitív minőséget, ezt a pozitív gondolkodást. Na most a Veremérben ez a szembe falon, tehát a boltívnek az oldalsó részén található ez a
úgynevezett köpenyes Mária ábrázolás. Most a köpenyes Mária ábrázolásra azt tudnunk kell, hogy a bűnösöket, a bűnös lelkeket Szűz Mária az a köpenye alá fogadja, és tulajdonképpen megmenti őket az örök kárhozattól. Ez egy tipikus ábrázolás volt ebben az időben, tehát valahol ezt a szellemiséget kellene nekünk megélni, hogy hát itt nyilvánvalóan bűnösökről van szó, bűnösök azok is, akik ellenünk vétkeztek, és itt egyértelműen az a lényeg ennek a gondolkodásmódnak, hogy tulajdonképpen egy ilyen védőhálót kell még a bűnös lelkek felé is egyébként kiterjesztenünk, és meg kell őket menteni a kárhozattól olyan úton, hogy meg tudunk nekik például bocsátani. És akkor megint a krisztusi gondolkodásnál vagyunk. És ez milyen szépen rajzolódik ki a Veleményi templomban, ez megint csak egy döbbenetes képje, kérem a következő képet, ez a gondolkodás, hát ezek most itt a kárhozatra, illetve a menedéket kérőknek a képei, a következő képet kérem, ez számomra egyébként egy hátborzongató képje, hát erről szintén Pap Gábor tudna egészen bőven beszélni a Veleményi templomnak, ugye egy fényszentének, vagy egy fényimáról van tulajdonképpen szó. Tehát itt a lényeg az, hogy középen van az ítélő Krisztus. Hát hogy mennyire ítélő Krisztus, mennyire nem, mert mondjuk a Biblia leírása szerint, és nekem azért van egy olyan elképzelésem, ami persze lehet, hogy téves, de nem feltétlenül gondolom azt, hogy Jézus Krisztusnak lenne a feladatköre az ítélés. Tehát ő maga mondja, hogy nem azért jöttem, hogy megítéljem, hanem azért, hogy megtartsam a világot. De fogadjuk el annak, hogy ez most az ítélő Krisztus, mert egyébként így is van nyilvántartva. Ennek a bal oldalán, tehát a jobb oldalán látható Krisztus jobbján, nekünk egyébként bal oldalon vannak az üdvözültek, egyébként eléggé lepusztult már ez a feskó, tehát nem nagyon lehet ezt a helyszínen sem látni, de vannak bizonyos jelenek, amikből egyértelműen lehet következtetni. A másik oldalon, a bal oldalon Krisztus baján pedig vannak a kárhozottak, a kárhozatra jutottak. Most ez egy döbbenetes képe, tehát június 21-én, amikor a napcsúcsa járatódik, ez a ránynak a halálba vagyunk, és ez a nyári napfordulónak az időperiódusa, tehát pontosan június 21-én, mikor a nap lenyugszik, ezzel szemben van a templomnak a bejárata, hogyha a kapukat kitárjuk, akkor süti a nap, a lenyugvó nap süti a padot, és onnan pedig visszaverődik a fény, és pontosan a kárhozottra jutottakat kezdi el megvilágítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ez június 21-én a Rákvának a csúcspontján következik be, ami az ingyen kegyelemnek, a szeretetnek és az önfeláldozó megbocsátásnak egyébként a megjelenési formája. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ezt a lelkiséget tudja egyébként hitelesen képviselni, azt jelenti, hogy ezzel a megbocsátó és az ellenséget is szerető lelki alapállásával képessé válik arra, mint ahogy Jézus Krisztus is képessé vált arra, hogy a pokolra jutott embereket is még megmentse és kiragadja a halálnak a torkából. És majd egyszer mondom, hogy hát itt hallottam olyan érveket, hogy persze ez megint csak a véletlen, pont június 21-én kezd pont odasütni a... Hát lehet így is felfogni a dolgokat, én pedig azt mondom, hogy lehet, hogy véletlen, lehet, hogy nem véletlen, tökéletesen mindegy, de ilyen szempontból ez tény, hogy június 21-én a pokolra jutottakat megmenti ez a fény. Márpedig a fény, hogy ebben az értelemben nézzük, az egyértelműen a világ világosság, az igazság napja, ez ekkor történik, tehát az igazság napja pedig maga Krisztus. Tehát a Krisztusság átitatja a bűnösöket és megmenti őket. Ez teljesen ellentmond annak a gondolkodásmódnak, amelyet egyébként az Ószövetségben tapasztalunk meg, ahol az ellenséget nyilvánvalóan le kell tiporni, el kell pusztítani és meg kell semmisíteni lehetőleg minden eszközzel és minden formában. Na erre fogunk most egyébként rátérni, és itt lépünk be most a Sixtus kápolnába, kicsit meg is próbálom gyorsítani a történetet, mert azért kicsit elment az idő. Most a Sixtus kápolnáról tudni kell, ez a külső kép a Sixtus kápolnának, hogy az ember egy kicsit olyan szemben nézze a dolgokat, hogy nem csak egy épületet néz, hanem megint elkezdi keresni a szimbólumokat, akkor azért rögtön látja, hogy itt vannak ezek az oldaltáncok. Ez az építésnek a periódusában azért még nem voltak ott. Utána olvastam, és ez azért történt, mert a Sixtus kápolna elkezdett süllyedni. És ahhoz, hogy ne omoljon szét, hogy ne legyen a pusztulás és a pusztítás végleges, ezért ezt a minőséget ezt meg kellett támasztani. Na most, hogy mondom, hogy a szimbólumok nyelvén gondolkodunk, akkor itt azt érzékeljük, hogy valami azzal a minőséggel, amelyet a Sixtus kápolna befogadott, nyilvánvalóan nincs rendben. Milyen elkezdett süllyedni? Hát ez egyértelmű. Tehát, mintha húzná le az örvény, húzná le a bocsár. Maga az épület ingoványá vált, és nyilvánvalóan, hogy be a külső beavatkozásra volt szükség azért, hogy ez még egyébként meg tudjon maradni ebbe az állapotában. Most az épületről, és ez sokat mondó adat lesz, most első pillanatban, hogy ezt elolvasom, megint csak egy ilyen egyszerű építészeti adat, tehát 40,9 méter, hosszú 13,4 méter, széles és 20 méter magas. Na most ez azért igazán fontos, ez a méret, mert ez ad egy bizonyos arányrendszert. Milyen arányrendszert ad? Most a zsidóknak az első templom, a Salamon által épített templom pontosan ilyen paraméterekre épült. Tehát az azt jelenti, hogy nem pontosan ugyanezek voltak a méreteink, de arányaiban pontosan ugyanezt ezt a hálóságot adta ki. Tehát arányaiban ugyanez volt, csak nem méretében. Most a Salamon templomban ennél viszont kisebb volt. Valamivel kisebb volt. Pontos méretei most nekem nincsenek meg, de kisebb volt. De még egyszer hangsúlyozom, arányaiban pont ugyanolyan. Tehát ez mit jelent? Az, hogy van a
a kereszténységnek a szakrális központja, ami egyébként az új szövetségi gondolkodás kéne, hogy képviselje, és egyértelműen azt kéne, hogy táplálja az emberiség fel, és ezt kéne, hogy hagyatékozza, és milyen keretrendszerbe tölti be a szellemiségét, egyértelműen egy ószövetségi keretrendszerbe, tehát Salamon démonának a paramétereit adja meg, és ez lesz tulajdonképpen befogadó közeg az ő szellemiségének. Most ezt a kettőt összeolvasom, akkor nyilvánvalóan elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy ha eddig egy krisztusi szellemiséget akarunk beletölteni, már bizonyos szinten majd lesz is benne, ezt látni fogjuk, hát az nem fogja megbírni egyébként ezt a keresztrendszert, mert a kettő az nem egyeztethető össze. Tehát az van egy ilyen újszövetségi igehely, azt most egészen pontosan nem tudom megmondani, de igen, itt van, tehát felírtam a Márk 2.22, hogy valaki utána akar nézni, hogy új bort nem öntünk ótömlőbe. Hát ez azt jelenti, hogy új szövetségi tételeket nem önthetek bele ószövetségi keretrendszerbe, mert az nem fogja megtűrni magamat, egész egyszerűen szét fog feszülni és elmerét fog hullani. Mert a kettő nem egyeztethető össze, teljesen más szellemiségről van szó. Azt, hogy most a kettőt megpróbálják összevonulni és összefésülni, és például elmegyünk mondjuk a templomba, és hallgatjuk a plébános úrnak, vagy plébános atyának a beszédeit, az egyértelmű, hogy a kettő az össze van mosva, és egyenlő szintre van hozva. Sőt, hát azért bizonyos helyeken túlsúlyra kerülnek az ószövetségi tételek. De ez a kettő az nem egyeztethető össze. Szimbólum nyelven ezt így láthatjuk. Nos, a következő képet kérem, tehát a Sixtus kápolna három síkra épül, van egy alsó sík, itt látható az egyik oldalon, ezen az oldalon Krisztusnak az élettörténete, ezen Mózesnek az élettörténete. Ezek a kornak a legnagyobb mesterei, a Peruccino, Botticelli, Girlandaio, Rosselli kérték fel ennek a megalkotására, tehát az alsó szinteket, az alsó sávot ezt még nem Michelangelo festette. Tehát egyik oldalon Krisztus élettörténete, vele szembe pedig Mózesnak az élettörténete. Itt már egy szembenállás rajzolódik ki rögtön. Tehát van a Krisztusság, másik oldalon pedig a Mózes által képviselt értéken. Tehát új szövetség és ószövetség értéken. Ezek egymással szemben állnak. Tehát, hogy milyen szinten állnak szembe egymással, hát erre most én felolvasnék egy idézetet ebből a könyvből, ami egyébként ennek a Sixtus kápolnának a képben írt az elemzéséről szól, és írtam már ezelőtt, vagy három évet, a 32. oldalon, csak azért lássuk, hogy milyen szellemiség feszül egymásnak már rögtön az alsó képmezőbe. Tehát egyik oldalon van Mózesnek az élettörténete, másik oldalon Krisztusnak az élettörténete. Most nagyon fontos azt megjegyeznünk, hogy a hat képmezőből a Krisztusnak az élettörténete az utolsó képmező, amit már előbb láttunk, Peruccino által megfestve, ez az utolsó vacsora volt. Na most az utolsó vacsora az nyilvánvalóan, hogy a Krisztus életének az utolsó periódusában datálódott, maga az utolsó vacsora egyfajta szellemtörténeti hagyatékként, mint egy végrendeletként úgy is értelmezhető. Ugyanúgy a másik oldalon Mózesnak láthatjuk az élettörténetét, és ott pedig Mózes, amint felolvassa a törvénynek a sommáját. Ez megint csak Mózes történetének az utolsó pillanatai, mert aztán láthatjuk egyébként ugyanezen a két mező Mózesnek a temetését is. Tehát mind a két oldalon egyfajta végrendelettel, szellemi végrendelettel állunk szemben, és szószoros értelmében is szemben állunk egymással. Most nézzük meg, hogy Mózesnek mi volt a szellemi végrendelete. Mert tűzlobban fel haragomban, és leég Szeol fenekéig, megemészti a földet és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek alapjait. Veszedelmeket halmozok rájuk, nyilaimat mind rájuk fogyasztom. Éhségtől aszottam, láztól emésztettem, és keserű dögvésztől a vadak fogait is rájuk bocsátom, a porban csúszók mérgével együtt. Kívül fegyver pusztít, az ágyas házakban rettegés. Ifjat és szüzet, csekszokót a vénemberrel együtt. Mondom, elfúvom őket, elpörlöm emlékezetőket az emberek közül. Enyém a bosszúállás és megfizetés. Ha megélesítem fényes kardomat, és ítélethez fog kezem, bosszút állok ellenségeimen, és megfizetek gyűlölőimnek. Megrészegítem nyilaimat vérrel, és kardom jól lakik hússal, a legyilkoltak és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejéből. Ez Mózesnek a szellemi hagyatéka. Hát ez egyértelmű nyomon követhető, Mózes 5. könyve 32-41-42 az idézet. Tehát itt semmiféle túlzásról nincs szó. Nos, a következő, itt pedig nézzük meg, hogy Krisztus miket mond az utolsó vacsorán, szintén mint egyfajta szellemi végrendelet. Ezzel szemben, Mózesre szemben. Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtövé, és adá a tanítványoknak is mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vevén a poharat, és hálákat adván adá azoknak, ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Nos, itt a könyvben ilyen bizonyos terdöntő kifejezések feketére vannak szedve, most ezeket csak így egymás mellett ilyen lüktető ritmusban felolvasnám, a Mózesét is és a Krisztusét is, és ott még jobban kirajzolódik az ellentét, tehát Mózesnél láthatjuk haragomban, megemészti a földet, felgyújtja, veszedelmeket halmozok, keserű dögvésztől, pusztít, retteg és elkörül, bosszúállás,
megfizetek a gyűlölőimnek, vérrel és kardom, vagy vérrel és hússal jól, akik a kardom legyilkoltak vérével. Ehhez képest Jézusnál következőket látjuk, adá, tehát egyrészt az, hogy ad, tehát nem elvesz, hálákat ad, tehát képes arra, hogy hálán nyilvánítson ki valamiért, és a bűnök bocsánatára. Tehát egyértelműen a bűnbocsánatnak és a bocsánatnak a hangja kezd el megnyilvánulni és megnyilatkozni Krisztusnak az oldalon, még a másik oldalon viszont megint csak egyértelműen a bosszúállása és a gyűlöleté. Most azt látjuk, hogy ez a két szellemiség áll egymással szembe. És ez most egy ugyanolyan döntéshozatali és választási pozíció, mint ami volt Krisztus és Barabás között. Tehát itt a Sixtus kápolának a festője, illetve elsősorban a megrendelője, mert a szellemiségét nyilván a megrendelő fogja diktálni, itt vizsgázik, hogy melyik értékrendet kezdi el az ég felé felemelni. Tehát vagy a Krisztusét, vagy pedig a mózesi világképet. Vagy azt, ami megbocsát, és képes arra, hogy az emberiséget megemelje, vagy pedig azt, ami lehúz, pusztít és gyilkol, és vérre itatja a kardját. És hát kérem a következő képet, most már egyértelműen dolog fog bekövetkezni. Tehát itt ez a Mózesnek a temetése és a törvénynek a felolvasása, tehát ez volt az a kép, amiről beszéltem. Még kérem a következő képet, ez pedig az utolsó vacsora, tehát ezek állnak egymással szemben, mint döntéshelyzet. És a következő képet felemelkedtünk egy szinten, tehát most már második szinten vagyunk, és itt megjelennek az ószövetségi figurák. A csegelyben és a lunettában ezek ilyen kis dombaboltatos félköríves kis részek, és az alatt lévő traktusokban megjelennek ezt például a Salmon király, kérem a következő képet, de egy kicsit megpörgetjük, ez pedig Jákob pátriárka. Tehát azt látjuk, hogy megjelennek a zsidó királyok, megjelennek az ószövetségi proféták, de sehol nincsenek evangélisták és sehol nincsenek apostolok. Tehát a kérdés úgy látszik, hogy eldőlnek, vagy eldőlnek tekinthető. Tehát ahogy felemelkedtünk egy szintet, ugye most megint csak egy három rétegű struktúrával van egy szó, hogyha az alsót tekintettük a szellem, vagy a testiségnek, a testiség szintjén még megjelent a Krisztusság, de a középső sáv, ami a lelkiség szintje, hát egyértelműen megjelennek az ószövetségi figurák, tehát egy ószövetségi lelkiség kezd el kirajzolódni. A következő képen viszont nagyon beszédesen látható, mert ez még szintén a középső szint, tehát itt még látunk bábákat, ugyanezeket még nem Michelangelo festett, a feltelévő figurákat már igen, de itt pedig az arányokra nagyon érdemes odafigyelni. Egyrészt, hogyha megnézzük ezt körülbelül, ennyi az aránya. Ha ezt ide tesszük, ez azt jelenti, hogy az ószövetségi proféták, az ószövetségi figurák, a szibillák, mert ugye a görög szibillák is megjelentek, tehát még ülve is nagyobb helyet foglalnak el, mint ezt. Tehát ez azt jelenti, hogy arányaiban sokkal nagyobb hangsúlyt fektet az ószövetségi dombarendszerre és az ószövetségi gondolkodásmódra, mint amit mondjuk a pápaság által az új szövetség képviselő, már mennyire mondjuk a pápaság képviselő, de azt látni fogjuk, hogy az is olyan szinten itatódott át már ószövetségi gondolkodásmódra, hogy nem. Tehát a lényeg, még egyszer mondom, egyértelműen megjelentek az ószövetségi figurák, ezek alulra kerültek, és hát hogyha megint csak szimbólumok nyelvén olvasunk ezt a képet, akkor azt látjuk, hogy magának a pápaságnak a feje, tehát a szellemisége sem képes terjedni az újszövetségi szellemiségnek, vagy a újszövetségi gondolkodásnak, még a talpáig sem. Tehát, hogy ezeket összeolvasunk, ezeket a képeket, akkor egyértelműen lehet látni, hogy ez tulajdonképpen lenyomja vissza a föld felé ezt a minőséget, amit hát a pápaság az elvileg Krisztus földi helytartója lenne, de ő már ezen a ponton, tehát el is van válaszva, egyszerűen nem tud feljebb lépni. Kérem a következő képet, és hát itt jönnek a sarokképek. Négy sarokkép figyeltő meg, tehát azért mondom, hogy itt nagyon egyszerűen lehet látni, mert teljesen jó ez a terem. Tehát ugyanígy néz ki a Sixtus kápolna, csak nyilvánvalóan magasabb, van négy sarok, és van négy sarokkép. Na most, hogyha az oldalfalakat úgy értelmezzük, mint mondjuk az emberi életnek a mindennapjait, mert nyilvánvalóan lehet úgy értelmezni, hiszen az ember így áll a Földön, tehát függőleges pozíció áll a Földön, ami azt jelenti, hogy a Földön járunk, az ég felé tekintek, tehát valamilyen szinten megvan kapcsolatom az éggel, hát ez jelenti az egyszerű földi életet, a profán földi életet. Na most minden embernek nyilvánvalóan az elsődleges célja, hogy feljusson valahogy a mennyországba, tehát a megváltásnak a hazájába. Tehát itt is látni fogjuk, hogy a Sixtus kápolnában fent az egyébként az Atyaistennek az otthon, mert ott fognak megjelenni a teremtés történetének bizonyos képjelei. Hát oda kéne feljönni. Most nagyon fontos megnézni azt, hogy ebből az oldalfalnak a világából, ami a földi világokat is jelképezheti, hogy milyen útvonalat jelöl ki a Sixtus kápolna. Nyilvánvalóan az lesz az útvonal, ami összeköti az oldalfalat a mennyezetnek a részével. És ilyen csak négy pozíció figyelhető meg a Sixtus kápolnában, az előbb említett négy görb háromszög a sarokban. És itt nagyon fontos akkor azt megnéznünk, mert nyilvánvalóan ezt oda fogja javasolni, hogy arra milyen témák vannak felfest, hogy kanyarodik fel az ember tulajdonképpen a mennyországnak az otthonába. És itt már az előbb láthattuk ezt a Dávid és Góliát történetét, ezt most nyilván nem fogom hosszan elmondani, hogy miről van szó. Konfliktusba kerültek a filiszteusokkal egyértelmű, és Dávid a zsidó pásztor gyerek pedig kivégezte, vagy megölte
Góliátot. Annyit azért még itt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy alapvetően két szellemiség áll megint csak egymással szemben, mert a Bibliának a vonatkozó igéje szerint ennek utána lehet nézni. A filiszteus vezér azt mondta, hogy ha én nyerem meg ezt, tehát a kornak a hadviselése szemben ez egy tipizálható jelenség volt, hogy nem feltétlenül kellett, hogy a két csapatnak a tagjai egymást kiírtsák, hanem arról volt, hogy kiválasztották a legerősebb vitézeket, és azok küzdjenek meg egymással, és amelyik mondjuk nyer, akkor a másik mondjuk vagy adófizetője lesz, vagy szolgája lesz, vagy hát adott esetben is pusztíthatták egyébként a vesztes csapatnak a tagjait. És a filiszteus vezér, tehát Dávid, vagy Góliát azt mondta Dávidnak a ütközet előtt, hogy én megvívok veled, és hogyha én legyőzlek téged, akkor viszont te néped engem fog szolgálni. Most ezt nem azt mondom, hogy ez a krisztusi kegyelemnek a kristálytiszta megnyilvánulása, de ez teljesen egyértelmű, hogy az életét nem akarta elvenni sem Dávidnak, sem Dávid népének. Hanem azt mondta, hogy a szolgáim lesznek, de tulajdonképpen az élet szentségét én azt megtartom. Tehát ez egy alapállás. Dávid ezzel szemben azt mondta, hogy ha én legyőzlek téged, akkor nem csak téged foglak megölni, hanem az egész népességedet, és mindenkit ki fog végezni. És azt le volt írva a Bibliában, hogy a mezőknek a madarai, vagy a vadjai fognak téged szétmarcangolni, és egyébként így is történt. Tehát Dávid semmiféle kegyelmet nem tudott, és nem is akart kiszolgáltatni Góliát irányába. Tehát ezt javasolja Jézus Kárban az egyik oldal, hogy feljussunk a mennyországba. Kínálom a következő képet, ez pedig az érckigyónak a története. Hát az érckigyó történet, ez megint csak nagyon röviden, hogy a zsidók megtámadták Kananeus földjét, ott volt egy Arad nevezetű helység, vagy Arad királya az egyik helységnek, és hát itt olyan fordulatot vett egyébként az ütközet, hogy Arad királya foglyokat ejtett a zsidók közül. A zsidók az Istenhez kezdtek el, tehát az ő úrukhoz kezdtek el imádkozni, hogy mentsék meg őket ebből a veszélyen, vagy vészhelyzetből, ami egyébként sikerült is. Sikerült felénk kerekedni a kananeus népeknek, a zsidóknak, és ki is jutottak mindenkit, és utána elhagyták ezt a területet, a Hor hegyéktől mentek Hermon földjén keresztül, egyenesen a Vöröstengerig akartak menni, csak túlságosan hosszúra sikerült az út, és a zsidók elkezdtek lázadozni. Hogy hát milyen Isten az, aki mondjuk megszabadít minket ettől a vészhelyzettől, de ugyanakkor meghagyja azt, hogy esetleg majd itt szomjan és éhen pusztulunk. És zúdulódtak az Isten ellen. Isten megmentette őket tüzes kígyóknak a képébe, tüzes kígyó bocsátott rájuk, tehát eleve azért nézzük azt, hogy van Krisztusnak mondjuk a mennyei atya, ő hogy gondolkodik a megbocsátó Isten, és van ugye az Ószövetségi Isten, aki pedig azt mondja, hogy mivel már az én népem elkezdett ellenem zúgolódni, ezért azonnal ki is kell, hogy végezzem őket. Megint csak két erkölcsi alapállás. Itt már gondolkodhatunk, hogy milyen istenképről van itt szó. Tehát tüzes kígyókat bocsát az elégedetlenkedőkre, és hát az emberek elkezdenek pusztulni. Erre jó pár oda mennek Mózeset, és azt mondják, hogy menj már is beszélj, légy szíves az Istennel, hát most ez nagyon egyszerűen megfogalmaz, és nagyon közönségesen, de hát hogy ez nem lesz ez így jó, hát mégis azért szeretnénk élve maradni, erre Istennel megbeszélik a dolgot, megint csak nagyon egyszerűen megfogalmazva, és Isten azt mondja, hogy rendben van, hajlandó vagyok megmenni az életeket, hogyha ércből emeltek egy kígyót, és azt kezditek el, hát nem imádni tulajdonképpen, de azon keresztül, hogy hozzám imádkoztam, akkor megbocsátok nektek, akkor látom, hogy van hitetek én bennem. De ahhoz, hogy ezt eszközölni tudjátok ezt a megbocsátást, egy érckígyót kell emelnetek. Most ezen a ponton ugye szeretné az ember felhívni a figyelmet, hogy megint csak milyen ellentmondásos istenkép az, amelyik az egyik oldalon azt mondja, mikor Mózes hozza le a hegyről, a sínai hegyről hozza le a kőtáblákat, és azt látja, hogy a nép tulajdonképpen megromlott, mert hogy aranybordot kezdtek el imádni. És tulajdonképpen a bálványimádás az egy megbocsáthatatlan bűn. Ki is végeztek azon az este 4000 embert. Még egyébként most láttam húsvét alkalmával, milyen érdekes volt, néztem, milyen tévéműsorok vannak. Nyilvánvalóan Krisztusról egyetlen egy film nem volt, de a 10 parancsolatról volt film, és kíváncsi voltam, hogy egyébként ez hogy fogalmazzák meg ezt a történetet, csak egy zárójeles megjegyzés, ez nagyon érdekes volt, mert egyetlen egy szó nem történt arról, hogy nem értettek egyetlen egy szót se arról, hogy maga Mózes mondta azt, hogy ide az én hívő testvérem, akik hisztek Istenbe, és akkor ahol ment elaludtak az ő társai, tehát tulajdonképpen az atya fiai, a családjának a tagjai vagy a barátjai, amint akik tehát a aranybordot imádták, azon az este oda ment, kardot fogtak és 4000 embert Mózes segítségével és Mózes terüleges közreműködésével lemészároltak azon az este. Most a filmben úgy volt megfogalmazva, hogy az Isten megfaragudott, bosszút állt és rájuk bombasztotta a földet. Tehát szó nem volt arról, hogy az egészet egyébként Mózes követte el. És ez azért nagyon döbbenetes és érdekes, tehát megint az, hogy manipulálják az embereknek a gondolkodását, meg a világlátását, mert hogy valaki elolvassa a Bibliába ezt a részt, akkor az egyértelműen kiderül, hogy maga Isten is mondja egyébként Mózesnek, hogy én megbocsátom neki, csak mondd ezt és ezt, hogy ezt ne kövessék el. Tehát az Istennek a szándéka az volt, hogy annak ellenére, hogy aranybordot imádtak, megbocsát nekik. És mikor lement Mózes a nép közé, akkor azt mondta, hogy beszéltem az Istennel, na de hát sajnos ez a vétketek, és ezért ez a büntetés jár. Tehát már nem az Istennek a gondolatát és a tulajdonképpen a programját tolmácsolt, hanem a sajátját. És önhatalmulag döntött és 4000 ember kivézett. Na mindegy, tehát itt a lényeg az, hogy felemelték ezt az érckígyót, tehát ugye Isten az ellenmondásos ebben a szempontból, tehát aranyból jött beimágy, de érckígyót az
azt emelj, és hát akkor megmenekültek egyébként az a pár ember, aki az élet két óra úgy tekintett fel, mint az Isten hittik a színpódmára. Tehát itt megint csak az lehet látni, hogy itt a bosszú állás jelenik meg Isten részéről. Tehát, hogy tüzes kígyó bocsátok rátok. És ez megint a következő gömbháromszög, ami Mennyországba vezet. Tehát a Sixtus kápolna, a katolikus egyháznak a szakrális központja, azt az utasítást adja, azt a programot kínálja, hogy úgy tudsz feljönni Mennyországba, eddig két helyet vizsgáltunk meg, hogy bosszút állsz és pusztítasz. Eddig ez ugye elég érdekesnek hat. Nézzük meg a következő képet, ez pedig Judit és Holofernész története, megint nem akarunk túlagozni, mert túlságosan elfogni, tehát megint konfliktus volt az új babiloni király és a zsidók között. A lényeg az, hogy 132 ezer fős sereggel megindultak Kánaán földje ellen az új babiloni birodalom, és a zsidók persze pánikba estek, hogy tulajdonképpen ők is az útjukra fognak esni. Szóltak a Jóistennek, természetesen az általuk megnevezett Jóistennek, aki őket választott névnek nevezte, hogy védje meg őket, és ekkor fellépett egy Judit nevezető özvegyasszony, és azt mondta, hogy egy törékeny hölgy volt állt a leírások szerint, és azt mondta, hogy ne idegeskedjetek, és ne izguljatok, mert én meg fogom oldani ezt a kérdést, és mondom, hogy nem szabadítanám a szót, a lényeg az, hogy a Judit felvette egy nagyon szép ruhát, bement az ellenséges táborba, előadta azt, tulajdonképpen megvezette az ellenségnek a főhadvezérét, és hadvezérét, és azt mondta, hogy a zsidóság most már olyan bűnös életet folytat, hogy én nem vagyok hajlandó velük most már tovább együtt élni, viszont arra hajlandó vagyok, hogy tanácsot adjak neked, hogy hogy tudnám őket legyőzni. Erre a fővezér az természetesen hát elragadta a vágy, és az a hölgy által egy igéző szépségű hölgy volt, Judit le is itatta a éjszakán, aki aztán hát a hadvezér már részegen feküdt az ágyában, amikor Judit mikor már látta azt, hogy már teljesen maga tehetetlen a király, vagy a hadvezér odaépett hozzá és levágta a fejét. Fejét bekötötte egy gyolcsba, a segítőivel együtt kiosontak az életbe. Ott másnap, mikor jöttek be a hadseregnek a tagja, és látták, hogy a fővezérnek le van vágva a feje, és hogy megsemmisítették, akkor hatalmas pánik történt, hogy ez nyilvánvalóan éjjel ilyen, és elmenekültek a helyszínről. Judit akkor már visszament a saját táborába, és azt mondta, hogy most viszont meg vannak zavarodva az ellenségnek az erői, most kell őket elpusztítani, de egytől egyik. És mindenkit kiirtottak, tehát akit ott találtak, egytől egyik. Akkor most ott vagyunk a harmadik képezőn, ez csak azt mondom, hogy a harmadik Mennyországgal felé vezető út, megint csak a bosszulállást látjuk. Kérem a következő képet, ez pedig az Eszter könyvének a története, hát ez egy hosszabb történet, itt a lényeg arról szól, hogy volt egy király, ő a Harsvírus Perzsa király volt, és volt egy feleség, a Vásti nevezett a hölgy, aki hűtlen volt hozzá, nem akart neki szót fogadni, ezért elbocsátott a feleséget, és új feleséget keresett magának. Ekkor jelent meg ott Mardokeus, aki egyébként egy zsidó ember volt, és a nevelt lányát vitt el bemutatni, de azt letagadta, hogy ők egyébként zsidó, és bemutatta a királynak. A király most megint csak nagyon lerövidítve beleszeretett ebbe a lányba, közben a Harsvírus megtapasztalta azt, hogy ez a Mardokeus nevezett zsidó ember egyébként hű hozzá, egy ellene szőtt egy összeesküvés az egyik éjjel, amikor a királynak a kertébe sétálgatott, levetkezett, tehát meghallott, hogy a királyt ki akarják végezni, tehát merénylet áldozatává akarják tenni, és ezt rögtön elmondta Eszternek, Eszter elmondta a királynak, az összeesküvőket elkapták, azon az éjszaka felakasztották, de mivel a Ahasvérus tudta, hogy ezt a Mardokeusnak köszönheti az érték, ezért hatalmas rangra emelte, közben egy Háman nevezető főminisztert is felmelt, hatalmas rangba, és itt történt egy konfliktus, ez a Háman, tehát a királynak a fővezére, és Mardokeus egymással szembe találkoztak szintén, amikor a kertbe sétálgattak, és a zsidó Mardokeus nem volt hajlandó meghajolni Háman előtt. Háman erre égtelen haragra gerjedt, és azt mondta, hogy a babiloni birodalomnak az egész területén az összes zsidót egytől egyig ki kell írtani. Most ezt azért tudta egyébként megtenni és parancsba adni, mert amikor őt magas rangra emelték, akkor kapott egy királypecséttel ellátott gyűrűt, és akinek az a pecséttel ellátott gyűrű a kezébe volt, az olyan hatalom felett rendelkezett, hogy bármit, amit mondott, az félre kellett hajtani. Tehát olyan jogköre volt, mint tulajdonképpen a királynak, és ami a lényeg, hogy visszavonhatatlan volt. Tehát, hogyha ő hozott egy rendeletet, a király pecséttel lepecsételték azt a rendeletet, az onnantól kezdve visszavonhatatlan. Most akkor Eszter hatalmas pánikba esett, hogy a zsidókat ki akarják írtani, és ment a királyhoz elmondani a problémáját. A király pedig azt mondta, hogy nagyon szívesen segítenék neked, de nem tudok segíteni, mert a pecséttel ez le van pecsételve. Tehát visszavonhatatlan a rendelet, viszont azt megengedte Eszternek, hogy mindenféle eszközzel önvédelmet gyakorolhasson. Na most azt tudni kell, hogy ezt felírtam, hogy a 12. hó 13. napján pecsételte le gyűrűvel Háman ezt a halálos ítéletet a zsidók felett, és 3. hó 23-án, ez ilyen szempontból ez teljesen mindegy, és 12. hónap 13. napjára volt meghirdetve az ítélet. Tehát hozzáadódik egy 3 év telt el, illetve egy idő volt meghatározva arra, hogy mikor kiadta a parancsot, és az ítélet végrehajtása között.
Közben természetesen a babiloni területnek az összes lakója látta, hogy a királynak meg időközben kiderült, hogy Eszter zsidó, és mégis feleségül vette. Tehát azt már látták, hogy a királynak zsidó felesége van, a király abszolút filoszemitatás zsidóbarát politikát folytat, és hogy egyértelműen a zsidókat helyezi és pozícionálja olyan rangra és olyan méltóságra, hogy ez kérdés nem volt, hogy a zsidó pártján áll. Most az adott időpont, a 12.-13. természetesen eljött, a zsidóknak viszont ugye meg volt engedve, hogy önvédelmi jogokkal érjenek. Most ez nem nehéz azért, hogy az ember még gondolja ezt a történetet, az önvédelmi jog az csak arra vonatkozhat, hogyha valakit megtámadnak, akkor elkezd védekezni. De ha nem támadják meg, akkor nincs miért védekezni. Hát ez teljesen egyértelmű. Most a Biblia leírása szerint, megint csak a vonatkozó idejek egyértelműen tanúskodnak arról, hogy azon a napon 12.-13. amikor ki volt abban a parancs, és a zsidókat az egész birodalom területén ki kellett írtani, akkor senki nem mert a zsidókat támadni. Az így van, hogy senki nem mert a zsidókat támadni. Ennek ellenére Eszter viszont úgy érezte, hogy ő felhatalmazva van arra, hogy a vélt ellenségeket tulajdonképpen kiírtsa. És itt erről is szól a történet. Tehát ő úgy vélte, hogy vannak bizonyos ellenségek a birodalomnak a különböző területein, és hogy most hány ezer vagy tízezer nagyságrendben, de azon nap kiirtottak embereket. Úgy, még egyszer hangsúlyozom, hogy senki nem támadta meg őket. Tehát tulajdonképpen felrúgták a megegyezést. És ezek után bement a királyhoz Eszter, és a király kérdezte tőle, hogy elégedett vagy-e azzal, ami egyébként történt ezen a napon. És akkor Eszter azt mondta, hogy igen, elégedett vagyok, de hogy lenne még egy kérésem, és itt jön egyébként a döbbenetes fordulat a történetben, hogy azt mondta, hogy én elégedett vagyok azzal, hogy volt ez a Hámán, akit időközben felakasztottak, mert kiderült, tehát a király felakasztotta, mikor megtudta, hogy a zsidókat ki akarta írtani. Tehát a rendeletét nem vonhatta vissza, ez is érdekes, de azért arra volt hatalma, hogy felakassza. És azt mondta Eszter, hogy volt ennek a Hámánnak, aki ilyen gonosz tevő volt ugye a zsidókkal szemben, volt 10 gyereke. És hogyha megengednéd uram, akkor még másnap még őket is hagy végezzük ki. És akkor kivégezték ki másnap azokat. Na most az benne, tehát ez az történetben nagyon érdekes, hogy a végig gondoljuk, hogy állítólag a királyi pecséttel ellátott rendelet, az megmásíthatatlan. Most királyi pecséttel ellátott rendelet volt az is, hogy azon az egy napon önvédelmet gyakorolhatnak, de csak azon az egy napon. Csak ennek ellenére másnap mégis hogy tehették meg azt, hogy még 10 embert kiirtottak, ami már szembe megy a királyi pecséttel ellátott rendeleten. Tehát mégiscsak felülírható volt a királyi pecséttel ellátott rendelet. Ha pedig felülírható volt, akkor miért nem lehetett visszavonni egy általános rendelkezést, hogy támadják a zsidókat. Tehát egy egészen tévonyú történetről van szó, ami megint csak mészállásba torkolott. A negyedik képmezőről beszélünk. Tehát ezt a 4 javasolt a Sixtus Kápolna, tehát ilyen szemben is lehet nézni. Akkor kérem a következő képet. Na most ez egy nagyon érdekes történet, hogy itt közelről megnézzük, itt most még nem közelről, csak ezt megnézzük, ez a Bibliában úgy szerepel, hogy Hámánt felakasztották, ennek ellenére Michelangelo úgy festette meg, hogy Hámánt keresztre feszítették, tehát ezen a keresztre feszítés. Most ez eleve érdekesen néz ki, mert úgy néz ki, mint egy élő fának, mondjuk egy kicsit le van a fűrésze a gaj, de egyértelműen zöldes árnyalatban úszik ez a törzs, tehát egy élő fára lenne, ha nem is felakasztva, de valahogy feltér ez a Hámán vezető főminiszter. Most, hogyha jobban megnézzük, itt lehet látni egy keresztnézet, itt van oldalra egy kiállítás, ez pontosan úgy néz ki, mintha lépne egyet fel. Na most, hogyha a következő képet kérem, megint, hogyha közelben megnézzük, itt ez nagyon érdekes, hogyha látjuk, itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6 lábúja van ennek az embernek, ugyanakkor most milyen keresztfeszítés az, amikor nincs a lábokra szegezve. Tehát itt elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy azért ilyen nincs. Tehát azért véletlenek nincsenek, azért Michelangelo nyilvánvalóan nem olyan szinten volt, hogy egy keresztfeszítésen szegeket elfelejti befesteni. Tehát itt valami más üzenetről is szó lehet, vagy legalábbis bele lehet olvasni egy másik üzenetet. És akkor, hát én otthon mondjuk ezt kipróbáltam, hogy ez hogy néz ki. Tehát az egyértelmű, hogy az egyik keze Hámánnak, tehát a képnek a tanúsága szerint látható, az oda van szegezve. A kereszthez. A lábai viszont nincsenek oda szegezve. Az viszont jól látható volt az előző képen, hogy lépked felfelé, tehát egyet lépett, olyan, mintha egy lépcsőn elkezdett felfelé menni, és oldalt, másik lábban megint voltak kiszögelések a fán, tehát hogyha akar, azon fel tud lépni mindenképpen. Na most, hogyha én azt nézem, tulajdonképpen a Sixtus kápolnának az egyetlen pozitív üzenete, ez a figura által olvasható le. Ez most hangsúlyozom, ez csak az én olvasatom, tehát lehet ezzel egyetérteni és elvetni, de mindenképpen kiolvasható szemben belőle az üzenet. Hát otthon ezt megcsináltam, fogtam egy létrát, gyerekek nem voltak otthon, úgyhogy attól nem kell tartani, majd közülhely tárgyával teszem magam, de kipróbáltam, hogy ilyenkor mit lehet tenni, ha mondjuk a kernemnek a keze rögzítve van, hát az nyilván nem szegeztem oda, nem mozdítottam meg, és elkezdtem így felfelé lépkedni. És azt vettem észre, hát hogy ezt ki lehet próbálni, de el is lehet hinni az egyszerű, hogy ahogy lépel az ember egyre feljebb, de a kezét nem mozdítja, akkor ahogy lép feljebb, azért a testének egyre jobban le kell hajolnia. És hogyha most én ezt a mozgás tendenciát összeolvasom mondjuk egy magatartás mintával, az azt jelenti, hogy az életben igazán csak úgy tudok felfelé haladni, hogyha képes vagyok arra, hogy meg is hajoljak.
mert csak úgy tudok felfelé haladni, hogy a kezem oda van szegezve, mint Hámának oda volt szegezve, akkor ez egyértelmű. Tehát amint lépek, kerülök egyre felé, egyre jobban le kell hajolnom. És hogyha én erre képes vagyok, hogy az életbe úgy vívja ki magamnak pozíciókat, és úgy haladjak egyre inkább feljebb, akár a langlétrápon, vagy bárhol, hogy közben képes legyek lehajolni, és ezáltal meglátni az alattam lévőket is, akkor viszont alapvetően pozitív olvasattal szembesülhetünk. Viszont az alapvetően pozitív olvasat, ez csak Hámannak a figurája által rajzolódik ki, akit egyébként a zsidók az antiszemitizmus atyának tartanak. Tehát itt megint egy érdekes ellentmondás kezd kirajzolódni, Papp Gábor erre mondta azt, hogy itt el lehet azon gondolkodni, hogy tulajdonképpen ez a Hámán, mert Michelangelo kinek is tud volt valójában. Mert ugye hát ez a antiszemitizmus megtestesítője a zsidók szerint, hogyha ezt kiolvasok, akkor ez egyértelműen krisztusi magatartás mintának a felmutatója. És milyen érdekes, hogy ugye, amit látok, az, amikor a választás lehetőség volt, Barabás és Jézus között Barabás mellett döntöttek, tehát Jézus kivégezték. Itt Hámán ugye, ami keresztben van feszítve, is kivégezték. És hogyha ezt a, amit az előbb mondtam, hogy ki lehet olvasni ezt a magatartás modellt, ezt a magatartás mintát, ez tulajdonképpen egy krisztusi magatartás minta. És hát Eszter kivégeztette, ugye, ami keresztben feszítette, mint Krisztus. Tehát megint csak azt látjuk, még egyszer hangsúlyozva, és most már nagyon beszélő lesz a témán, hogy a kereszténységnek a szakrális központjában tulajdonképpen a krisztusi értékennek a kivégzésével állunk szembe, és a túlpozicionálásával az erőszaknak és a utalásnak és a bosszúálló Isten képnek. Tehát ez rajzolódik ki. Most fel fogunk menni a Mennyországnak a területére, és kérem a következő képet, most már azért ugye a vége felé közeledünk. Mennyi az időt? Fél kilenc? De megijedtem, mert akkor nem értem volna a végére. Tehát felmegy most már, ez most már a felső képmezőn lehet látni, ez pedig Noénak a részegsége. Most eleve már kérdésként merülhet az fel, hogyha én a Mennyországot akarom megjelenteni, akkor az nyilván az Atyaistennek az otthona. Mit keres ott Noé? És egyáltalán miért mond egy ilyen pózba, amikor részegre itt a magát? Tehát már ez egy érdekes pozíció, hogy az Istenségnek az otthonában megjelenhet Noé. Na most, de ezt a képet azért tettem meg egyébként, tehát hogyha ezeket az útvonalakat egyébként komolyan veszük, amit a Sixtus Kápolna javasolt, hogy hívjál a Mennyországba jutni, akkor egy ilyen emberiséggel fogunk találkozni. Tehát aki teljesen magába roskadt és összedőlt, és jól lehet látni, hogy hát ez nem egy alapvetően pozitív figura, ez nyilvánvalóan. Tehát ez megrendült az életnek a súlyai alatt, és ez várható. Tehát az emberiség tulajdonképpen most ebben a pozícióban helyezkedik el. Most nem arról van szó, hogy másnapos, vagy ilyesmi, tehát egy kicsit vonaszkozhasson ki ettől, tehát egy megrondjant állapotban, tehát abszolút földközi pozícióba kerül, és ez az út egyébként, hogyha ezt az utakat követjük, amit javasolok, még egyszer mondom, az a négy gömbháromszög, és azon keresztül a szellemiség, akkor az emberiség össze fog roskadni. Na most a következő képen pedig azt látjuk, hogy ez az összeroskadás egyébként ez miért következhet be. Ez most itt ezzel a képen láthatjuk a Noénak az áldozatát, ez szintén fent a mennyezeti tartósban figyelhető meg, és itt elsősorban erre a figurára hívnám fel a figyelmet. Tehát tulajdonképpen itt mindenki, tehát a hát, akik az áldozatot bemutatják, azon kívül minden segítkező figura ezek mesztelen, tehát egyetem a testiségnek a túlhangsúlyozása jelenik meg, és hát itt egy kosnak el van vágva a nyaka. Most a kos, ez fehér színnel van megfestve. A kos az meg egyértelműen az újjászületésnek a szimbóluma, a fehér pedig a tisztaságnak. Tehát egy újjászülető fehér, tiszta minőségnek tulajdonképpen a legyilkolása, és mi által való legyilkolása? Hát a túlzott testiségnek, a túlzott testiség által való lenyomása a földre. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mi ezt a szellemiséget megint csak képviseljük, akkor hát tulajdonképpen ezek az áldozati kosok mi magunk is lehetünk. És most megint azt kell mondanom, hogy itt tart a világ. Tehát ez a tisztaság, az újjászületésnek a szimbóluma, az le van nyomva a földre, és tulajdonképpen hát, egy alapvetően életeleles pozícióban van kényszerítve. Most a következő képen, majd ez lesz kinyitva, hát itt pedig legnagyobb csak lehet látni, hogy itt van egy Vikának a feje, és ott pedig a ló. Hát a ló az egyértelmű, hogy a nyilasnak a jelölőállata, és hogy ebben a perspektívában ezt megnézzük, hát hogyha valaki látta a Titanic című filmet, az körülbelül ebbe a pozícióba süllyedhetett és merülhetett talán. Tehát teljesen egyértelmű, hogy egy lefelé húzó tendenciáról van szó, és ennek a lónak se szeme nincs, ez úgy néz ki, mint egy halott ló. És ez mit jelent? Az, hogy a mikaság megint csak a testiségnek a túlhangsúlyozása, amit egyébként képviselt a zsidóság abban a korban, az maga alá tenni, hogy tulajdonképpen elnyeli ezt a tiszta fehér minőséget, amit a ló képvisel. Na most, hogyha ebben a perspektívában megvizsgáljuk, akkor nyilván egyértelmű, hogy a ló az a nyilassal is összefüggésben, az pedig, hogyha a nyilasnak a csillagkép irányába tekintünk, ezt megint nem hiszem, hogy el kell mondani, akkor a galaxis centrumának középpontjában, egy életet generáló központba kerül bebocsátást, ahonnan az életforrása érkezik hozzánk.
Na most, hogyha az élet forrása ilyen pozícióban jelenik meg, és így megfest, akkor az egyértelműen, hogy most már megint csak a halálszolgálatáról van szó. És ez megint ennek köszönhető, hogy a bikaság által, a bikaság közreműködésével ez a tisztaság alapvetően alámerül. És hát még egyszer hangsúlyozom, a mennyezet freskon látható. Na most, hogyha ez bekövetkezik, ez a gondolkodás mondom az előalkodása, vagy a bikaság elnyeli a lóságot idézőjelbe, akkor viszont láthatjuk a következményeket tovább, ez a következő kép. Hát itt most ez elindul a képen, tehát eleve az, hogyha megnézzük azt a figurát, ez egyértelműen a teremtő Istent szimbolizálja, de hát, hogyha most megint csak a szimbólum jelenleg beszélünk, és a festőknek az eszközkész, a művészeknek az eszközkészletét figyelembe veszünk, azért az egyáltalán nem véletlen, nem lehet a véletlen, hogy ez a figura, és ez a figura ugyanabban a ruhában van megjelenítve. Tehát ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen ez ugyanaz az Isten. Tehát ott is megjelenik egyszer Isten, és Isten egy másik pozícióban. Hát lehet látni, hogy a hajaszíne tökéletes, ami az a ruhája ugyanaz, csak itt hátat fordít már tulajdonképpen az emberiségnek. De ezt meg a következő képen fogjuk egy kicsit behatóbban megvizsgálni. Ezen a képen most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt tulajdonképpen a nap és a hold szétválasztásáról van szó. Tehát megteremti az Isten a világosságot. Na most a világosság, hogyha most ilyen értelemben, hogy spirituális értelemben nézzük, akkor az egyértelműen, tehát hogy a napot megteremti valami, tehát vagy egy minőség, a világosságot, különösen ebben az értelemben, amit a napról van szó, hát a napnak két alapvető kritériumnak meg kell felelnie, az, hogy energiát és hogy hőt bocsásson ki, mert az életnek az alapvető feltétele. Most, hogyha megnézzük ezt a napot, egyrészt úgy van megkomponálva, hogy nem lehet látni maga teljességében, tehát csak egy fél nap látható, tehát azt jelenti, hogy a teljesség meg van bontva, tehát az a gondolkodás, ami végig kísérte a Sixtuskápolnak az eddig megbeszélt képeit, az már teljességet egyáltalán nem fog tudni adni, és meg kell nézni ezt a minőséget, ami ide van festve, amikor a könyvben egyszerűen egy narancsával fajonsztányérként látok megfestve, hát látjuk, hogy nincsenek sugarak, tehát ez a minőség se hőt, se energiát nem lesz képes kibocsátani, tehát azt jelenti, hogy az az Isten, amelyik egy ilyen minőséget megteremt ebben a közegben, az nem fog tudni képes, nem lesz képes arra, hogy életet teremtsen. Mert ez a minőség az egyértelmű, se hőt, még egyszer hangsúlyozva, se energiát nem tud kibocsátni. És hogy a következő képet megnézzük, kérem a következőt, most itt jól lehet látni, tehát ez tényleg egy, inkább egy tányér, mint mondjuk egy vibráló minőség lenne, és a következő képen látni fogjuk, hogy a klasszikus ábrázolás, mondjuk a fénynek úgy nézett ki abban az időben, Botticellinek látjuk a Szent Család című képét, és itt fent fogjuk majd látni, kérem még egyszer, közelebbről, na itt lehet látni, hogy szórja az energiát és a fényt. És ugyanakkor meg lehet azt jegyezni, hogy nagyon látni is ketté van vágva a fény. Tehát igen, de azt jelenti, hogy a reneszánszban olyan bajos tendenciák elindultak, mert most ennek az előadásnak mondjuk ez nem témája, de teljesen értem, hogy ekkor a humanizmust szülte meg tulajdonképpen az akkori kornak a szellemiség. A humanizmus az azt jelenti, hogy túldimenzionáljuk az emberi minőséget, és az isteni minőséget pedig háttérbe toljuk. Ez egyértelmű reneszánsz szülemény. Tehát itt már alapvetően egy bajos irányba indult az emberiség a gondolkodása, és hiába láthatjuk Botticellinek a festményen, hogy azért még alapvetően megvan ez az energia többet ebbe a fény minőségbe, de azért már itt is ketté van válaszolva. Ez azt jelenti az én olvasatom, hogy a reneszánszban annak ellenére, hogyha még így is meg tudtak jelenni egy fényt, az már teljesen semmiképpen nem adta pontosan a humanizmusnak a gondolkodás módjának a túl exponálása által. Kérem a következő képet. Na és itt látható a másik teremtő Isten kép, ami egyértelműen arra utal, és hogyha most valaki ezt, nem tudom, ezt lehet-e másképp értelmezni, tehát én, amit ebből kiolvasok, ez azt jelenti, hogy az én olvasatomban, hogy az emberiség ezt az utat követi, amit felvázoltam és mutattam, hogy milyen bajos irányba vezet, akkor a teremtő Isten egész egyszerűen ki fog vonulni a teremtett világnak a színteréről. Tehát hátat fog fordítani az emberiségnek, és azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, tulajdonképpen ti elmutatok. És mint ahogy akkor elmutatok, jött az özönvíz, hát most lehet várni a második megjósolt tulajdonképpen pusztító ítélet, ami majd tűz által jöhet el, de itt mindenképpen ez egy figyelmeztetés látunk arra, hogyha ezt az utat követjük, akkor a teremtő fogja magát is ki fog vonulni. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy az életet teljesen fel fogja perzselni és megszünteni, mert az itt lehet látni a balvasos sorokban, hogy a növények láthatók ki. Most a növény az egyértelműen növekedéssel van összefüggésben, viszont azt meg lehet látni, és az oxigén kibocsátásnak is az életnek az alapvető feltételét biztosítja, de ezt lehet látni, hogy csak nagyon kicsi mértékben van itt. Tehát ez azt jelenti, hogy az alapvető életfeltételnek is csak a minimumát fogja szolgáltatni. Tehát az élet túléljen, de ez semmiképpen sem egy pozitív közeg, ez teljesen egyértelmű. Ha pedig még tovább akarok ezen gondolkodni, és csak szigorúan ezt a képet nézem, akkor az állatot egyáltalán nem látok itt, az állat az pedig az állapotnak a jelképe, az állapot pedig azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valami növekedni tudjon, és igazán kifejlődjön, és az életet tudja képviselni, ahhoz szükség van az állapotságra idézőjelve, tehát az, hogy valahol megállapodjon, tehát hogy érlelje magát. Tehát ha nincs állat, akkor nincs állapot, és akkor nincs érlelése. Tehát egy alapvetően visszafogott életfeltételeket látunk, és hát az jól látható,
hogy ezt talán mondhatnám az is, hogy hát nem ironikus, inkább, hogy mondjam, egy elég durva képe lesz, hogyha megnézzük, tehát így nem nagyon lehet látni egyébként egyetlen korabeli reneszánsz festményen se, se utána se előtt, hát előtte meg aztán végképp nem. Tehát egy szakrajtásától ilyen szinten megfosztott teremtő ábrázolást egyáltalán nem. Tehát tulajdonképpen, mint az ünnepeiről, hogy le lenne húzva itt a ruha, és hát magát a mesztelen felé látnánk. Hát ezt mutatja számunkra ez a teremtőkép. Hát ez Michelangelo megfogalmazása. Tehát szerintem ez eléggé figyelmeztető és döbbenetes képkel. Most a következő képen itt csak a teremtésnek a hét napja van leírva, tehát én azt mondom, hogyha ez a szellemiség eluralkodik, és tényleg ez a rendszer válik egyébként mértékadóvá, amit lehetett látni egy alapvetően defektusokkal terített rendszer, akkor az káosz fogja előidézni. Mert ha megnézzük a Sixtus Kápolnának a képlengét, ez most azt mutatja, hogy milyen sorrendben vannak felfestve a mennyezet freskóra a teremtésnek a bizonyos ciklusai. És ahol a pontokat tettem, az azt jelenti, hogy a Bibliához képest, hogy cserélődtek a folyamatok, cserélődtek az időpontok. Tehát, hogyha most a teremtésnek az időpontjait felcseréljük, ami nyilvánvalóan nem lehet felcserélni, de itt mégis fel van cserélve, az káoszt fog előidézni. Tehát, hogyha egy ilyen teremtőképet vázolunk fel magunknak, ami csak pusztításra, és csak a gyilkolásra, és csak a bosszúállásra hajlandó, és ezt követjük, akkor egyébként ez lesz a következménye, hogy káosz fog előralkodni a teremtett világba. Tehát a teremtett világnak nem rendje lesz, hanem kaotikus visszavetülése. Kérem a következő képet. Hát ez pedig a vízözönnek az ábrázolása, ez megint csak egy döbbenetes képjel számolva legalábbis. Hát ez itt van a Bobby-nak a bárkája, ez inkább mint egy házból néz ki, tehát ez lehet látni, hogy az emberek próbálnak ide felmenekülni, és hogy megint, hogy milyen szinten devalváholódott nem csak a közgondolkodás, hát a közgondolkodás az nyilván valaminek a hatására lesz olyan, amilyen lesz, hát hogy művészet történészek elemzik ezt a képet, és ez a következő képen, ez számomra ez tényleg döbbenetes volt, és ezek a könyvbeszélyek egy leségét van, mert csak utána olvastam, itt látható egy képjel. Itt van egy szanáfej, itt látható egy hölgy, egy férfi és egy gyerek. És ezt a Szent Családként ábrázolják, illetve próbálják hitelesíteni, de itt nem Jézus szereplőjére kérem a következő képen, hogy jobban ki lesz nagyítva. Na még egyet, akkor nem tudom. Hát akkor itt lehet, akkor vissza, mert akkor ezt lehet, hogy nem nagyítottam ki, rosszul emlékeztem rá, de azért talán itt is lehet látni. Tehát magát, ez hiteles forrással alátámasztható, hogy magát a szamarat jelölik meg, mint Krisztus szimbólumot. Egyébként ezt nem is tudom elképzelni, hogy milyen szempontból jelenítik meg, vagy próbálják a szamára ráhúzni azt, hogy ez Krisztus szimbólum. De most ez teljesen lényegtelen ilyen szempontból, mert elfogadjuk azt, hogy ez egy szent család. Mert mitől lenne egyébként szent család? Hát, hogyha most a Szűz Máriát szeretném ábrázolni, akkor nyilván mondjuk kékbe ábrázolnám. Tehát csak azért, mert ott van egy férfi, és egy nő, és egy gyerek és egy szamár, ebből már levonni azt a következtetés, hogy a Szent Család szerintem az túlságosan meredek következtetés. De ennek van egy nagyon negatív következménye, hogy az ember ezt komolyan veszi, ez valóban Szent Család, mert miért? Hát ez teljesen logikus, hogy az ember végig gondolja ennek a képmezőnek az esemény sorát. Hát mit láthatunk itt? Azt láthatjuk, hogy jön az özönvíz, azt a Biblia leírás szerint egyértelműen tudjuk, hogy az özönvíz által csak úgy lehet megmenekülni, hogyha valaki bement a bárkába. Tehát nyilvánvalóan a túlélők csak ezek közül kerülhetnek ki, mert ők kapaszkodnak fel a bárkába. Most mindenki más, aki ebbe az irányba jön, tehát a idézőjelben Szent Család irányába, ez teljesen egyértelmű, hogy a pusztulás fog rá várni. Mert a Bibliának a története alapján semmi, mert minden egyes élő, és mozgó, és csúszómászó, és minden életminőség elpusztult a Földön. Nos, azzal, hogy én azt elfogadom, hogy ez itt a Szent Család, és látom azt, hogy az emberiség a Szent Család irányába menekül, tehát a Krisztusság irányába menekül, akkor ezzel tulajdonképpen azt is hitelesítem és aláírom, hogy a Krisztusság az nem ad nekem megoldást a túlélésre. Tehát egészen döbbenetes képje, hogy ezt így értelmezem. Mert nyilvánvalóan csak a bárkával lehet túlélni. Ezt nem lehet felülírni. És hogyha én elkezdek, tehát ez jól érzékelhető, hogy igen, az emberiségnek egyébként az lenne az útja, pontosan, hogy a Szent Család, illetve azon keresztül annak szellemiségébe keresse a kiutat. De ezáltal, hogy oda teszem a bárkát, ezáltal teljesen nyilvánvalóan válik, hogy itt a pusztulás vár az emberiségre. Tehát ezt próbálja ilyenben az értelmezésben elvanni számomra, ez a képjel. Hogy ne próbálj te megoldást keresni a Krisztusságon, mert az nem kivezető út. És akkor már ez megint csak ugyanaz, hogy amikor az ördög fogta az emberre a hátát, hogy ne a Krisztusságba, ne az igazán fajsúlyos értékbe keresd a megoldást, hanem mit tudom én, hát papos le a másikat, és aztán próbálj úgy megmenekülni, vagy próbálj úgy elérni az életedbe bizonyos eredményeket. Tehát egyértelműen megint csak az ószövetségi gondolkodásnak a pozícionálása az új szövetségi kárára, hogyha ezt így értelmezünk. Hát pedig hát most már ebben az életben vagyok elpolni, tehát ez teljesen egyértelmű. Most a következő képen
Hát ez megint csak egy elképesztő képre szerintem. Tehát ezt a Sixtus kápolnát ezelőtt néhány évvel, de lehet, hogy már volt az egy évtizede is, japán szakértők restaurálták az egészet. Tehát én még abban az állapotában láttam, amikor végig restaurálták, egy olyan 15 év körül, tehát attól lehetett, hogy az egészet újra festették, hát hihetetlen mennyivel más lett az egész, akkor volt egy ilyen élet, tehát amit az ember elképzelni, na, az tényleg egy reneszánsz festmény, hogy érezi benne még a középkornak tulajdonképpen az illatát, a lehelletét, és most olyan, mintha most festették volna, tehát tüzes színek, egészen erős rózsaszínek, narancsok benne, na mindegy, de restaurálták ezt a képet, és egyetlen egy olyan hely volt, amit nem voltak képesek restaurálni, azt mondták, hogy ez egyszerűen nem lehet. Tehát nincs olyan eljárás, amivel ezt helyre lehetett állítani, és azt tudni kell, hogy amit az előbb mutattam, a Sixtus kápolnának a felső képmezeiről van szó, egyetlen egy helyen lehet látni egy igazán élő fát, és az itt volt. Tehát pontosan az özönvíznek az ábrázolásánál. És azt is lehet látni, hogy az emberek próbáltak itt meredéket keresni elő élő fánál. Most azt tudni kell, hogy 1797-ben, ez most mondom, egy kicsit olyan elvonatkoztatott lesz így a konkrétan a Sixtus kápolnától, de azt tudni kell, hogy ahol a Sixtus kápolna van, a légvonalban körülbelül 1 km, de talán még annyira sincs az annyival vár, ami abban az időben, tehát ahol a Sixtus kápolnának abban az élettörténetében, amiről most beszélünk, 1797-ben, igen, ezt akkor lőportálnak használták az angyalvárat. Azelőtt persze börtön is volt, és még sok minden más, de akkor lőportálnak használták, és ez valamilyen oknál fog, ez felrobbant. És olyan hatalmas volt a detonáció, hogy a Sixtus kápolnának a mennyezett részét is beszakította, és egy helyen, illetve több helyen okozott súlyos sérüléseket, de azokat sikerült kijavítani, viszont itt, ahol a Sixtus kápolnán egyedül az egyetlen egy helyen volt megfestve egy igazán élő fa, tehát egy zöldelő fa, azt lerepítette a tetőbe az egészet. És olyan szinten károsította azon a részen, ezen amit most látom a képen, hogy ezt mai napig nem tudják helyrehozni. Most, hogy az ember próbál ugye a jelekből olvasni, akkor azt lehet látni, hogy ugye ott volt az élőfa, egyetlen egy helye van megfestve, az nyilvánvalóan menedéket is szolgál, mert az emberek menedéket találnak alatta, és hát az élőfát nem kell azért magyarázni, milyen szinten van kapcsolatban az életben, és 1797-ben azonnal lerobban. És hogyha most a történelmi dimenzióban nézzük, hogy mi történt 1797-ben, akkor tulajdonképpen semmi. De hogyha gondolom még egyszer hangsúlyozni, hogy történelmi léptékeket nézzük, akkor olyan 9-10 év az semmi nem számít, de még 100 évek se. Mert annyira közel vannak ilyen hatalmas ciklusokat, hogyha nézünk. És 1789-ben viszont történt valami. 1789-ben ugye a francia forradalom, és hát egyértelműen az a humanizmus, ami elindult a reneszánszba, az csúcsjára volt a felvilágosodás által. Na most az úgynevezett felvilágosodásnak mi volt tulajdonképpen a legfontosabb tétele? Hát az, hogy kiiktatjuk az emberi gondolkodásmódba az Istent. És jön a felvilágosult gondolkodásmód, a felvilágosult emberiség, az Istent a háttérbe dob, és akkor mi történik? Mi történik az emberiséggel akkor, hogyha ezt az eszménységet, ami mondjuk a felvilágosodás diktált számára, és elfogadja és magáira teszi, hát egyértelműen az életünkből szimbolikusan le fog robbanni az élő fa, az, ami menedéket jelent, és ami összeköttetés jelentett az ég és a föld között. Tehát ami Istent is szimbolizálja. Hát a francia forradalom nem erről szólt, dehogy nem, pontosan erről szólt. És pontosan ugyanabban az időpontban történik ez a hatalmas robbanás, amikor a francia forradalomban, és lerepíti az élőfát, de olyan szín, hogy a mai napig nem lehet helyreállítani. Erre megint lehet azt mondani, hogy véletlen természetesen, én pedig azt mondom, hogy akkor azt is el kell fogadnunk, hogy véletlen volt, amit én már említettem, a Kárpit felhasadása és a Bethlehemi csillag. Tehát ezekről a jelekből egyértelműen olvasni lehet. Tehát ez döbbenetes számomra. Következő képet kérem. Na most itt pár zónokat fogunk látni, itt van Ádám. Itt az ereje teljében van, tehát ez lenne egy optimális mennyiségben megteremtett emberiségnek a szimbóluma, kérem a következő képet, és ugyanazt a pozíciót látjuk, csak ez már a részekbólé. Tehát ugyanúgy van a kardja, ugyanúgy van a keze, tehát hogy ide feltenni, akkor Ádámnak a keze lenne, ugyanúgy van a testének az elhelyezkedése, tehát látunk egy leépülési folyamatot. Tehát meg volt teremtve az emberiség, Ádám, és az tulajdonképpen az egyik első képje fent a mennyezet freskón, és az utolsó pedig ez. Tehát egyfajta ember, tehát az emberiségnek egyfajta útvonalát jelöli ki. Tehát a megteremtés pillanatában, amikor egy egészséges, erőteljes emberiség megjelenik, és aztán pedig az összeroskadt emberiség. Tehát ez egyfajta párhuzam a testnek a mozgásdiagramja által. A következő ugyanilyen párokban még egy pár fogunk látni, ez pedig Ahasvérus perzsa király, ugye, amikor kiadta a parancsot, hogy Hámát meg kell ölni, tehát ez egyértelműen ítélő magatartásra utal, mégpedig olyan ítélő magatartásra, hogy ezáltal emberi életet fog elvenni. És azt kell megnézni ennek a mozgásnak, és különösen a kézre kell figyelni, mert többenetes a párhuzam, hogy ennek megtaláljuk ennek a mozgásnak az analógiáját. Még egyszer hangsúlyozom, itt egyértelműen be lehet azonosítani ezt a halált osztó magatartásmodellel, még ítéletet mond. És kérem a következő képet.
nézzük a kezet, pontosan ugyanaz, ez pedig a Teremtő Isten. Hát itt azt lehet látni, hogy az a minőség, ami haláltoztott, teljesen lefedi, tulajdonképpen átitatódik ezzel a minőséggel, illetve az a minőség itatódik át ennek a ítélő Istennek a minőségével. Tehát befolyásolja tulajdonképpen ugyanazt a szellemiséget képviseli. Tehát egy haláloztó minőséget látunk, hogy ez a Teremtő Isten így jelenti meg. De hát látjuk, hogy ennek most van visszaigazolása, hogy mondhatnánk azt, hogy most össze-vissza beszélnek az ember, mert hiszen a Teremtő Isten itt Ádámot teremti meg, hát miről beszélünk itt, hogy a halált teremtette. Hát igen, az lehet, hogy látjuk, hogy a Ádámot teremtette, de látjuk, hogy Ádám hova jutott, vagy hogy összeroskodt, és az összes többit látjuk, hogy milyen képezők uralták el a Sixtus kápolnát. És annak pedig az lesz a vége. Tehát ez az Isten egyébként halált oszt, ezt még egyszer hangsúlyozni kell. És lehet azt mondani, hogy itt egyértelmű ez a képmező, ez nem igazolja ezt vissza, de hogyha valaki felüti Mózesnek az első 5 könyvét, vagy éppen a következőket, a Sámuel 1-2-t, vagy bármelyiket, ott egyértelműen azt látjuk, hogy Isten különböző halálmegkel pusztítja egyébként a saját népének a gyermekeit, de nem csak a saját népének a gyermekeit, hanem a kánaánitákat és mindenki más. Tehát halálosztó minőségről van szó. És ez uralja a Sixtus kápolnának a mennyezet freskóját. Kérem a következő képet. Na most azt lehet látni, hogyha ez az isteni, ez a teremtő isteni minőség elbralja egyébként az emberiségnek a szellemiségét, és ez válik uralkodó képzetté és követendő példává, hogy akkor mi vár az emberiségre? És ez a 40 évvel később megfestett utolsó ítélet fogja számunkra teljesen egyértelműen bizonyítani. Itt lehet látni középen az ítélő Krisztus látjuk. Na most nem tudom, hogy a következő képen közelebbről majd le lesz-e hozva ez a minőség, de hogyha nem, az most így, ez már a következő kép? Következő kép. Igen. Hát akkor most már itt lelőttük a poént, de mindegy. Tehát van egy erdészlát kérem. Tehát van ez a hatalmas tabló, az utolsó ítélet tablója. Most ezt nem én mondom, hanem ezt művészettörténészetnek egyértelműen, tehát közmegegyezéssel állapították meg, hogy az utolsó ítéletnek, ennek az ábrázolásnak nincsenek üdvözültjei. Tehát akik egyébként a mennyországba kerültek fel, és itt láthatóak fel, mert ezekről lesz közelebbi kép, azokra is az oszlopok dőlnek rá, és riad emberi arcokat lehet látni. Na most, hogyha egy ilyen pusztító, isteni minőség ural egy közeget, mint amit az előbb láttunk, és azt kezd el egyébként ítéletet osztani az utolsó napon, akkor az teljesen egyértelmű, hogy az emberiségre csak a káosz és a pusztulás fog válni. Most kérem a következő képet, hogy itt lehet látni, hogy ha megnézzük az utolsó ítéletnek a kontúrját, akkor ezt a mozgás tendenciát fogjuk látni, ez meg egyértelműen Mózesnek a kőtáblára utal. Tehát ez azt jelenti, hogy a Mózes kőtábláinak, az alapján mi volt megfogalva, az a 10 parancsolat. Most a 10 parancsolat az nyilvánvalóan, hogy olyan értékeket és olyan erkölcsiséget sugal és tolmás az emberiség számára, hogy ha valaki azt követi, az teljesen egyértelmű, hogy ez egy pozitív minőségként tételeződik. Csak egy valamit látni kell, hogy a 10 parancsolatban hangsúlyosan és tényleg hangsúlyosan egyetlen egy valami, egyetlen egy minőség teljesen egyértelműen hiányzik. Ez pedig egyértelműen a szeretetnek a minősége. Most azt meg tudjuk, hogy mit ér bármint ezen a Földön, csak pengő érzék, pengő cimbalom, hogyha nincs benne szeretet. Ezt tudjuk a szeretet beszélőből, a szeretet himnuszból, bármi szeretet himnuszából. Tehát nincs benne, amiben, tehát egy olyan törvényben, egy olyan törvénykezésben, amely nincs átítatva szeretettel, abból hiába fogalmaz meg pozitív minőségeket, előbb-utóbb az érvényét fogja veszíteni, vagy átcsap egy negatív minőségben, és a pusztítást fogja előidézni. És akkor kérem a következő képet, megnézzük ezt az ítélőt. Hát itt most a kőtáblát látjuk egyértelműen ez alapján. Na és itt van ez a pusztító minőség. Ezt megint csak úgy próbálják művészettörténészek eladni, és folyamatosan ezt halljuk egyébként, hogy az ítélő Krisztusról van szó. Amit én már előre megkérdő, hogy ezek az imént kifejtett dolgok miatt, nem azért jöttem, hogy ítéletet mondjuk, hogy megítéljem, hanem azért, hogy megmentsem a világot, de ezt most felejtsük el. Ez a mozgás tendencia, mondjuk a magyar táncba és egy lépőviszetbe is, az egyértelműen a láknak a megjelentője. Az, hogy miért, megint nem kell mondani, tehát hogy fentről, tehát én alá ereszkedem, hogy őt fel tudjam emelni, ez ennek a képjele. Tehát ez a rákságot próbálja megjeleníteni. Most, hogyha a rákság mégis átcsapódik egy ítélethozó pozícióba, akkor azt jelenti, hogy ebben a világban a rákságot, tehát az önzetlen szeretettel, az önfeláldozással hatalmas nagy problémák lehetnek, mert itt egyértelműen lehet látni, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen lecsapó minőséget próbál nekünk bemutatni. Onnan lehet tudni, mert látjuk az alatta elhelyezkedett embereket, mind jobb, mind bal oldalon, mind az üdvözültek, mind a pokolhajtottak oldalán. Egyértelműen egy kaotikus állapotot idéz elő ez a minőség. Most a válságnak pontosan nem ez lenne a szerepköre és a feladatköre, hanem az, hogy valamilyen szinten a harmóniát is teremtse, és felemelje éppen mondjuk a gyengébeket. És itt nem ez történik, hanem lesült és pusztít. Most következő képet kérem, hogy ez mennyire Krisztus ez az arc.
Már nem tudom, mondjuk még egyet? Na igen. Így lehet látni. Tehát, hogyha ezt a képet megnézem, akkor én nem voltam rest, és mondjuk mondtam, hogy kaptam ezt a nagy Michelangelo albumot, megszámoltam, Michelangelo a pályafutás alatt 18-szor ábrázolta Jézusnak a szemét, hol szoborba, hol rajzba, hol festményen. Egyetlen egyszer nem történt az meg, hogy szakáll nélkül ábrázolta volna, mint hogy a művészet történetben egyáltalán nem következik ez be. Tehát, hogyha megnézzünk más képeket, akár Raffaello képet, akár Leonardo képet, Botticelli képeket, vagy még a korábbi időszakokból, a középkorból, vagy egyszer megnézzük a régi táblaképeket, egyértelműen, tehát ez egy olyan attribútum, hogy Jézus szakáll nélkül nem lehet megjeleníteni. Meg egyértelműen, tehát nem lehet szó véletlenül, mert még egyszer hasonlóan 18-szor szakállal festette meg Michelangelo, pedig valamit utalni akart valamire. És ha a következő képen megnézzük, itt lehet látni, ez egy tradicionális Krisztus ábrázolás, itt lehet látni a szakáll, ez egy Montaignac egyébként a festménye, tehát itt egészen másról van szó. Következő képet kérem. Most ez a Belvedere torzó, ami Apollónak a testét ábrázolja. És a művészet történetírás abban viszont egyetért, hogy bár Jézusként értékelik ezt az ítélő figurát, de azt mondják, hogy át van itatva tulajdonképpen Apollónak a vonásaival. De tovább már nem mennek, azon már nem gondolkodnak, hogy egyébként ennek milyen szellemiségbeli, milyen más olvasati lehetősége van, hogyha én a krisztusi minőséget vagy apollóni minőséggel átítatom. De ez nem egyszerűen formalizmusról van szó, hogy az ő vonásait, az ő karakterét kölcsönöztem Krisztusnak, hanem itt szellemiségek is összecsapnak. Most Apollóról azt tudni kell, hogy a táncnak, az íjászatnak, a zenének volt az Istenet, többek között a halálnak is. Na most itt arról van szó, hogy ha én Apollónként jelenítem meg Krisztust, akkor ezt nem nagyon lehet másképp értelmezni, mint hogy ugye megbeszéltük, hogy Apolló a halálnak is az Istenet, hogy azt az ítélő minőséget, ami egyébként szépkérű válaszza a bűnösöket és a bűntelenket, az nem lesz képes erre a feladatra, mert mivel pusztító minőségű, csak pusztítani fog tudni. Tehát a Sixtus kápolnában, ugye most már századjára mondom el, a kereszténység szakrális központjában a krisztusi minőséget az apollóni, tehát a halál minőséggel ithatják át, és azt helyezi ítélő pozícióba. És ennek a képét látjuk, hát ez mondjuk a testének, ez a következő képet. Ezzel állítják párhuzamban, tehát a térdének a mozgását, tehát ez egyértelmű, mint analógiát hozzák fel. Most kérnék szépen most visszamenni hármat, mert azt kicsit túlodottam, de lehet, hogy még egyet. Igen, itt lehet jól látni. Tehát ezen az oldalon van Mózesnek az élettörténete, amivel elején beszéltük, ezen az oldalon pedig Krisztusnak az élettörténete. Itt van középen az ítélő Krisztus, most fogalmazunk ki, tehát fogadjuk el az általános terminológiát. Tehát, hogyha Krisztus nézzük, és most behelyezkedünk az ő személyébe, akkor ebbe az irányba van a jobb oldal, és ugye az egyértelműen keresztény terminológia szerint és a keresztény hagyomány szerint is jobb oldalon voltak az üdvözöltek, és bal oldalon vannak pedig a pokolra jutottak. Most jobb oldalon itt látunk Mózesnek az élettörténetét, bal oldalon pedig Krisztusnak az élettörténetét. Ezzel a kompozícióval tulajdonképpen a Sixtus kápolnát megrendelő minőség, szellemiség tulajdonképpen azt is próbálja sugallni, vagy legalábbis kivonosható az, hogy ami a Krisztus jobbján van, az üdvösségre fog jutni. Üdvösség az most melyik oldalon, a jobb oldalon, a jobb oldalon mit képvisel? Mózességet, tehát az Ószövetséget, ami viszont a bal oldalon van, az képvisel a Krisztusságot, tehát a tiszta szellemiséget, és az pedig kerül a kárhozottak pozíciójára. És hogy még durvább legyen az összefüggés, sajnos ezt a képet otthon nem tettem be, de hogyha ez a kép ki van nyitva, és megnézzük, hogy hova súlyul le, akkor ha húzunk egy képzeletbeli vonalt, akkor tulajdonképpen ezt a képmezőt fogja terébe találni, és ez a képmező egy Botticelli által megfestve a Krisztus megkeresztelése. Na most ezt megint tudni kell, hogy a keresztény dogmatika értelmében Krisztus csak 30 éves korában vált Krisztussá, előtte csak Jézus volt. Amikor megkeresztelték, akkor vált igazán Krisztussá, a megmerítkezés által. Akkor tudod lehető egyetemes megváltó, tehát amikor betudta teljesíteni a küldetését. És hogyha most megnézzük azt, hogyha a megmerítkező Krisztusnak az irányába csap le ez az ítélő minőség, akkor mindez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen egy herodesi magatartás mintával állunk szemben. Mert ott megpróbálták ugye kivégezni a csecsemőt, aki éppen megszületett, mint ember erre a földre. Itt viszont megint csak egy születési aktus látunk a keresztelés által, igaz, hogy csak szimbolikusan, de mint mondjuk ezzel hangsúlyozom, Krisztusként ott születik meg, tehát a Krisztusságot a születés pillanatában agyon próbálja csapni ez a minőség, tehát egy herodesi magatartás mint rajzolódik ki. Tehát még egyszer összefoglalva, hogy a jobb oldalt van az üdvözülés útja, tehát az Ószövetség, bal oldalt van a kárhozat útja, a kereszténység, és azon az indulás pozíciójában hagyja csapni ezt a minőséget. Most kérem akkor a következő képet. Én kezdetén már gondoltunk. Még egyet kérek. És akkor itt lehet látni, most csak ezek csak egy gyors egymás után jönnek a képek, ezek a pokolra jutottaknak a képei.
Még egyszer kérem, szintén lehet látni ezeket az arcokat, döbbenetesek egyébként, tehát ezt a helyszínen nem nagyon lehet így megfigyelni, de egészen figyelmes képek, tessék a következő az ördögnek a megnyilatkozása, következő képek kérem, megint csak a félelem és a rettegés, ugye hát egy ítélő minőség, és akkor most ezen a pillanatban, nem jó, hogy ez nyugodtan, tehát hogy ezen a pillanaton itt azért ne legyünk restek visszagondolni arra, hogy például milyen üzenetet tolmácsolt nekünk az e-mailt látott velemért, ugye amikor láttuk, hogy a pokorra jutottak, akkor mi volt a sorsa, és mi volt a tulajdonképpen a kifutás az ő élettörténetnek, az, hogy elárasztotta őket a fény. Na most ha arra visszagondolunk, és utána megnézzük ezeket a képjeleket, akkor lehet látni, hogy itt viszont ennek az ítélő minőségnek hát mi a kifutása, hogyha ebbe próbálunk írni, vagy ebbe várjuk a megváltását. Hát egyértelműen a halál lesz a kifutása. Kérem a következő képet. És itt vannak az üdvözültek, ugye akik Magyarországnak a pozíciójában van, és amit már mutattam még a kisebb képen, rájuk is rájuk az oszlop. Tehát ez nem azt sugallja számunkra, hogy ez alapvetően pozitív környezetbe kerültek, hanem ez megint csak egy életellenes közönnek a megnyilatkozási formája. Kérem a következő képet. Na most, itt tulajdonképpen itt be is fejeztem a Sixtus kápolának a képennyének az elemzését, de amit igazán fontos megjegyezni, és a mai kor számára is nagyon nagy tanulság lehet, hogy amit ott összefoglalva el tudunk mondani arról a Sixtus kápolának a képennyéről, amit most én végigvettem, az egyértelműen az bizonyítja, hogy ugye már sokszor elmondtam, hogy volt egy szakrális centrum, amit a pápaságnak az otthona, pápa választó helyszín, és a pápaságnak van kápolnája, ezt láttuk, hogy milyen szellemiség uralta el. Na most ameddig egyébként ez egy zárt, lokális rendszerben jelenik meg, ért a Sixtus kápolnában, hogy mondhatnánk azt is, hogy olyan túlságosan nagy probléma nincs, mert hiszen egy zárt közegben van. Onnantól kezdve, ha elkezdünk gondolkodni, hogy mégis a pápaságnak a szellemiségét tükrözi valamilyen szinten, mert hát ezt rendelték meg, és ezt tartja úgy látszik fontosnak, akkor ez azt is jelenti, hogy az alapvető gondok lehetnek, mert a pápaságnak a szellemiség azért kisugárzik a földre. Vagy a föld lakosságának bizonyos, tehát mondhatni, hogy jelentős többségére, mert hát ez a kereszténység mégiscsak egy világvallás. És akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az a rendszer, az a szisztéma, az az erkölcsiség, ami oda be van zárva egyenlőre a Sixtus kápolnába, az valóban áttöri a falakat és ráterepszik és rásugrázik erre a világra. És akkor itt látjuk a következő megdöbbentő képet, hogy most Firenzében vagyunk, a Piazza della Signoria, a Firenzének a főtere, és itt láthatjuk, hát ez most már egyébként be van téve, mert abban az időben, tehát a középkorban a reneszánszban tették ki a főtérre, most már egyébként múzeumban látható, Michelangelo a Dávid című szobra. Most a Dávid az egyértelműen megint csak hát ugye az ószövetségi figuráról van szó. Dávid egy apró pásztor gyermek volt, aki szembeszállt az úgynevezett hatalmas óriással, Góliáttal. Most azt látjuk, hogy Michelangelo-nak a szobrán, viszont ennek döbbenetesek a méretei a képnek, hogyha most egy ember próbálnék megjelenni, ez körülbelül eddig él neki. Ez azt jelenti, hogy Dávid tulajdonképpen egy óriásként van megformálva Michelangelo szobra által, és ez volt kitéve Firenzének a főterére. Ez mit jelent? Azt, hogy a Dávidságot, ami egyébként bent volt a Sixtus kápolnában, most már kiteszem a főtérre azt a szellemiséget, és tulajdonképpen az apró pásztor figurát, ami abban az időben a Dávidságot szimbolizálta és jelképezte, egy ilyen hatalmas és kolosszussá emelt minőségként tárom tulajdonképpen a jelenlévő emberiség számára. Tehát a Sixtus kápolának a szellemiség, amit a Dávidság előadt, az kiviszem a főtérre, és az emberiségnek a kollektív tudatába elkezdem szétszólni. Tehát már egyáltalán egy lokális jelenségről van szó. Tehát amikor ez kiterül, vagy kikerül ez a Dávidság egy nyílt terepre, és ráadásul kolosszussá emelem a Dávidságot, mert 4 méter 12 centi magasod a kép, akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ráömlesztem a világra ezt a szellemiséget. És kérem a következő képet, itt lehet látni, ez pedig a szintén Firenze főterén van a Palazzo Vecchio előtt, ez pedig Judit és Holofernész története, de itt most szoborként van megfogalmazva. És ez valami egyértelmű, illetve döbbenetes képen, hogy most megnézzük ezt a fejet, hát mondjuk, hogy az arc nem látszik, erre egy sötét minőséget feltételezni, ez nyilván csak így van fényképezve, tehát ha helyszínen nézem, akkor ez jól látható az arca, de most nem is elsősorban erre kell figyelni, tehát dekorációk szintjén ez egyértelműen a Holofernésznek a lefejezését ábrázolja ez a kép. Na most, hogyha a következő képet megnézzük, és megnézzük Holofernésznek a fejét, akkor felveszem a kérdést, hogy vajon kire emlékeztet ez a fej? Egy ilyen brutális hadvezérfejre, vagy pedig inkább egy tradicionális Jézus Krisztus ábrázolása. És ebben a pillanatban lehet látni, hogy a főtérre ez a szobor is kikerül, és Donatello zseniális fogása szerintem egyébként, hogy ezt így megfogalmazza, hogy itt egész egyszerűen már a reneszánszban arról van szó, hogy tulajdonképpen, hogyha szimbólumok szintjén értelmezzük a történet, akkor a Judit az egyértelműen az ószövetségi magatartásmodell képviseli, hát Jézus az teljesen nyilvánvalóan a krisztusi magatartásmodell, tehát mi történik itt?
lefejezem a Krisztusságot. Tehát itt szó sincs arról, hogy Judit Holofernész fejét vágná le, hanem a reneszánszban egy olyan tendencia, egy olyan gondolkodásmód, amikor magát a Krisztusságot kezdem leamortizálni és tulajdonképpen végérvényesen megfosztani az őt megillető jogkörétől. Tehát tulajdonképpen leválasztom ezt a szellemiséget, levágom ezt a fejet. Ezt az idézőjelben fejet, ami a krisztusi szellemiség. És az egészben a döbbenetes, hogy ez a Sixtus Kápolnából indul el, tehát onnan sugárzik ez ki. Most ezek után kérem a következő képet. Most itt ugye arról beszéltem, hogy a reneszánszban elindul tulajdonképpen a Krisztusságnak és a kereszténységnek egyfajta leamortizálása, vagy egyfajta hadviselés a kereszténység ellen. Erre megint lehetne azt mondani, hogy hát ez nyilvánvalóan egy festőnek, egy művész embernek a saját elképzelése, amit ő úgy gondol, hogy ez esetleg megállja a helyét, de hát egyáltalán nem biztos, hogy így van. Most ezzel szemben itt van a Nietzsche barátunk, pedig Nietzsche-ről van szó, az egzisztencializmusnak az egyik előfutára és ugye korszak alkotó elméje, és itt ezen a ponton nagyon érdemes és tanulságos megnézni azt, hogy maga Nietzsche hogyan gondolkodott, hogyan vélekedett a reneszánszról. És akkor most ezt fel fogom olvasni, és akkor látjuk, hogy vajon tényleg beindult az a tendencia, az a gondolkodásmód, amit egyébként a Sixtus Kápolna is képviselt a reneszánszba, vagy pedig egy csak beleolvasásként kell ezt értelmeznünk, mondjuk, hogyha nincs én megpagadjuk a hallását, azt mondja, hogy beleolvasás, de hát azért van egy olyan hatású ember, akire azt lehet mondani, hogy az ő szavára bizonyos szempontból mégiscsak lehet adni, mert hiszen mégis egy iskolateremtő elméről van szó, annak ellenére, hogy számomra mondjuk az ő szellemisége megkérdőjelezhető, de nagyon tanulságos, hogy ő mit ír magával a reneszánszról, arról a reneszánszról, ahol egyébként megfogant a Sixtus Kápolnának a képmegje. És a következőket írja Nietzsche. Megértjük, végre meg akarjuk olyan érteni, hogy mi volt a reneszánsz. A keresztény értékek átértékelése egy minden rendelkezésre álló eszközzel, az összes ösztönnel, minden nem zsenialitással végrehajtott kísérlet arra, hogy az ellenértéket, a nemes értéket juttassák diadalra. Sohasem létezett ennél alaposabb, ennél egyenesebb, ennél keményebb formája a támadásnak, melyet teljes front szélességben hívtak meg, és amely a központ bevételére irányult. A döntő helyen, éppen a kereszténység székhelyén támadni, és a nemes értéket itt ültetni trónra, másként szólva belevinni őket a trónon ülő ösztöneibe, legmélyebben fekvő szükségleteibe és vágyaiba. Tehát mit mond? A döntő helyen, éppen a kereszténység székhelyén támadni. Most nem tudom, hogyha megnéztük a Sixtus Kápolnának a képrendjét, és hogy ez milyen szellemiséget képviselt, akkor lehet-e ezt ennél összevontabban és láthatóbban megfogalmazni, mint hogy a kereszténység elleni támadás pontosan annak a központjában, annak a székhelyén. Tehát az én olvasatomban ezt jelenti, és Nietzsének egyébként ezek a sorai, ezek azt támasztják alá. Az, hogy ő már az ellenértéket, a pozitív ellenértéket miben jelölte meg, tehát a Krisztusságnak az eltiprásában, hát az már az ő dolga, de hát azt is tudjuk egyébként, hogy ilyen emberek, vagy ilyen a gondolkodásra mi vár, mert hát Nietzsche az utolsó 10 évét, illetve történik az utolsó 10 évét, azt tudjuk, hogy teljes szellemi és lelki összeomlásba töltötte, úgyhogy maga alá vizelt, és tulajdonképpen pelenkázni kellett. Tehát, hogyha valaki az utolsó levelét, az utolsó iratát például úgy írja, mert Nietzsche úgy írta, hogy az Antikrisztus, hát akkor arra azért lehet gondolni, hogy az ilyen gondolkodása egyébként mi vár. Most a következő képet kérem. Most ez a szellemiség, amit láttunk a Sixtus Kápolnában, és Nietzsche által képviselve, azért ez valamilyen szinten, illetve hát az elején már látta, hogy a felvetőben mutattam, hogy a kortárs művészetre ez milyen hatással volt, és most az emberiségnek azt kéne most eldöntenie, hogy például a Sixtus Kápolnában lát, és az a szellemiség, ami onnan átjön, és ezeket a veszélyeket, hogy valóban komolyan veszélyek, vagy pedig tovább életszerűlik ezekkel a dolgokkal, és ilyen formalista, profán és ugyanakkor szentséggyalázó eszközként használja fel ezt a témát. Mert hogyha mondom, tehát a Nietzsche életpéldájából tudjuk, hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Most ezt a kiállítási anyagot, vagy ezt a kiállítási képet azért emeltem ide be, mert itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy milyen szinten, hogy is mondjam, tehát milyen szinten pörög túl az a szellemiség, ami a Sixtus Kápolnában megfigyelhető volt, egy sokkal brutálisabb szellemiségnek a képviseletévé. Tehát hogyan alakul át ez szerintem, amit a Sixtus Kápolnában láttunk, és az összes kép, amit összeolvastunk eddig, az messze nem képvisel olyan döntően antikrisztusi szellemiséget, mint ez a kép. Most ezt a képet a műcsar, nem Debrecenbe állították ki, a Modern nevezetű kiállítótérbe, amelynek az igazgatója akkor, igen, a kedves barátunk, a Gulyás, nem is tudom, mi a másik neve most hírtam, mindegy Gulyás nevezett úriember volt az igazgatója,
és ez egy lengyel művésznek az alkotása, egy bizonyos Stankevics nevezetű hölgynek, egy nőművésznek, ők nagyon allergiások arra, hogy nem művésznek, hanem nőművészek, hogy mi az, hogy nem tudom, de ez a definíció szerinti megállapítás, tehát ezt csak így lehet alkalmazni. És hogyha megnézzük ezt a képet, azt látjuk, hogy középen van egy kereszt, oldalt egy korpusz, két oldalt, vagy másik oldalon látunk három darab szeget és egy kalapácsot. És magának a képnek pedig az a címe, ami szerintem a legjobb, hogy csináld magad. Most, hogyha én ezt a képet a címmel összeolvasom, akkor ez azt jelenti, mire az utasítás, hogy csináld magad, feszítsd meg magad, drága 21. századi kortársunk, csináld magad és feszítsd meg magát az üdvözítőt. És elképzelem azt, hogy ez egy gyerekenek, mint egy ilyen, ugye vannak ilyen összerakós játékok, meg ilyen kézügyességet fejlesztő játék, hogy ezt ott tesszük, mert a kép is funkcionálhat a művésznő elmondása szerint, akkor a gyerek fogja a kis Jézuskát, apuka fogja a kezét, és akkor segít felszegezni Krisztust, anyu szól nekik, hogy kész van a hús, vagy a húsvéti, vagy akármilyen a vasárnapi tyúkhústeves, és visszaszólnak, hogy mindjárt megyünk anyuka, csak még befejezzük Krisztus keresztelveszítését. Tehát azért mondom, hogy ha ezek ilyen szinten megjelenkezik a képek, akkor az egyértelműen lehet látni, hogy az a szellemiség, ami ott elindult és a reneszánszban már megfogant, illetve nem is ott fogant már hamarabb, de ott már kezd is újsajára tudni, hát manapság már olyan méreteket öltött, hogy egészen döbbenetes képérekkel szembesülünk. Na most ezek után persze kérem a következő képet, itt láthatjuk a 14. Benedek pápának a képérését, most már csak az lenne itt az utolsó kérdésem, most már az előadás vége felé, és ez csak egy ilyen szimbolikus kérdés, mert jelenleg a jelenlévő felé teszem fel ezt a kérdést, hogy ezekből a veszélyforrásokból, amit a Sixtus kápolna és az által vetített, kivetített képjelek és azoknak a szellemisége sugárzott, hogy megértette valamit mondjuk az egyház vezetése. Hogy milyen veszélyeket rejt mondjuk az ószövetségi eszmerendszerek és dogmarendszernek a túl exponálása, annak a magunkévá tétele, a krisztusi szellemiségnek a kárára. Hogy észreveszi-e végre azt az egyház, hogy nem lehetne azt tulajdonképpen folytatni azt a tendenciát, hogy a krisztusi szeretetvallásnak a kárára minél jobban és minél erőteljesebben és egyre inkább pozícionálva az ószövetségi dogmarendszert. Mert ennek egyértelműen tanulni vagyunk. Tehát én azért templomba járó ember vagyok, és látom azt például az olvasmányokban, vagy a szentleckében, hogy miket olvasnak fel, és hogy mivel indít egyébként mondjuk egy szentbeszéd. És hogy mi alapján, tehát például amikor kisfiamat kereszteltük, illetve nem is még az első áldozás volt, akkor Áron és Hur történetét mesélték el, és ugye hát annak most tudjuk, hogy az lett a végső kifutása, hogy Mózesnek ahhoz, hogy tudja Áront és Húrt segíteni az ellenségekkel szemben vívott harcába, hát nagyon elfáradt a keze, ekkor egy sámlit toltak alá, és ők tartották meg a Mózesnek a kezét azért, hogy aznak az áldásnak a segítségével a legkülönbözőbb és legdurvább brutalitással az ellenségnek a harcosait és egyébként a vakosait ki tudják végezni. Tehát ez volt egy első áldozási szentbeszédnek a nyitótétele. Tehát, hogy ehhez mondjuk a kereszténységnek mi köze van, ráadásul mondom, hogy első áldozás alkalmával, azért ez döbbenetes. És akkor nem felteszem a kérdést, ezt megállapítás, hogy ez szem a lélek tükre. Tehát, hogyha látjuk a 14. Benedek pápának itt az arcvonásait, akkor vajon most akkor átsüt rajta az ószövetségi dogmarendszer, vagy nem? És akkor most szeretnék egy idézetet felolvasni tőle, hogy tanultak ebből, hogy most már azért pozícionálni kéne az új szövetségi tételt, és a következőket mondja, ez a katekizmusban van, aminek egyébként az egyik megalkotója ő volt, a katolikus katekizmusnak, mert ő egy hatalmas elme egyébként olyan szinten, hogy a dogmatikai kérdések terén, és majd a mai napig is mérvadónak számít az ő véleménye, tehát tevőlegesen részt vett a katekizmus szellemiségének kidolgozásában, a következőket írja, üdvösségünk misztériuma az Ószövetségben rejlik. És akkor ugye egyszerű keresztény emberként megkérdezem, hogy ez biztos, hogy így van. Az üdvösségünk misztériuma az miért nem a Jézusi tanításban rejlik? Miért nem az evangéliumokban rejlik? Hol találom meg az üdvösség misztériumát az Ószövetségben? Tehát hogyha ezt megint csak azt mondom, hogy ezt mi elfogadjuk, és nem tesszük fel ezt a kérdést magunknak, akkor nyugodtan mondhatjuk ezt most ezzel a jelzéssel, hogy kicsengettek nekünk, de nekünk még nem csengettek ki, mert még felszeretnék olvasni egy idézetet, szintén Benedek pápától, a következő mondja, nem ez az egyházi kabinetnek a vezetője, sajnos még hívő emberek között is rendszerint felmerül az a téves nézet is és gondolkodás, hogy az Ószövetség és az Újszövetség egymással szembefordítható, és hogy az utóbbi Isten igéje, de az előbbi nem. Ez a gnosztikus gondolkodás számos ebből vérzik és óriási tévedés. A kereszténység számára az Ószövetség és az Újszövetség együtt szerves egész, egymástól elválaszthatatlan, sőt az utóbbi megértése és igazolása lehetetlen az előbbi megismerése és elfogadása nélkül.
Tehát azt kell megérteni, ha most a szószékről beszélnék, kedves keresztény testvéreim, hogy az új szövetséget csak is abban az esetben tudjuk megérteni, és egyébként elfogadni, és magunkévá tenni, ha elfogadjuk az új szövetséget. Ha elfogadjuk azt, hogy az ellenség gyermekét, ugye áldott legyen ez a Zsoltárokból 123-as Zsoltárnak az idézete, áldott legyen, aki sziklához paskolja az ellenségednek, a csecsemőnek a fejét. Tehát ez ugye az ószövetségi dogmarendszernek az egyik vezérvonal. Most nem azt mondom, hogy csak ez van, mert azért ne túlozzunk, de egyértelműen jelen van ez. Tehát hogyha én ezt nem fogadom el, hogy áldott legyen, aki a csecsemőnek a fejét a sziklához csapkodja, akkor én nem tudom megérteni a krisztusi tanítást. És ezt mondja az egyházi kabinetnek a vezetője. Tehát ezek egészen döbbenetes hangok, és még csak két-három idézetet, inkább csak kettőt, ez már Benedek pápa, az Ószövetségről a következőt írja, e könyvek Isten üdvözítő szeretetét és pedagógiáját tanúsítják, bennük az Istenről szóló fenséges tanításoknak, az üdvösségre vezető életbölcsességeknek és az imádságnak csodálatos kincseit található, s végül bennük rejlik üdvösségünk misztériuma, ugyanaz. A következő kérdés, ami a katekizmusban szerepel, ugye a gyermek mondjuk itt szembesül először a hitnek a kérdéseivel és alaptéziseivel, tehát hogy indul a fejmosás, következő kérdés, hogy ki felelős Jézus haláláért. Ugye, ha már feltesszük azt a, vagy felvetjük azt a lehetőséget, hogy igen, a farizeusság által maga a zsidóság felelős, akkor azonnal ráncsolva van viszont a bélyeget. És akkor ki a felelős a Jézus haláláért, teszik fel a katekizmusban a kérdés, következő választ kapjuk onnan. Jézus szenvedéséért és haláláért nem vonható felelősségre különbségtétel nélkül sem az összes korabeli, sem a később bárhol élő zsidók, ezzel együtt lehet érteni, mert kollektív bűnösséget ne állapítsunk meg, akkor a Benes dekrétumnál tartunk, de folytatódik a gondolat, és ugye mindig akkor van a gond, amikor jön a de, és még folytatódik. Még vétkesebbek azok, elsősorban keresztények, akik gyakrabban visszaesnek a bűnbe, és gyönyörködnek a bűnös szokásokban. Tehát elsősorban azok a keresztények bűnösök, akár mai jó keresztények is, Krisztus haláláért, a 2000 évvel ezelőtti haláláért, akik még bűnösebbek, azoknál, akik akkor elítélték, és jobban gyönyörködnek a bűnben, mint mondjuk akkor, akik elítélték. Hát ez milyen összefüggés alapján, milyen tapasztalat alapján írja, ez egész egyszer ezt nem tudom elképzelni. Tehát ilyen hazugság állalattal kell szembesülni, tehát azért nem egyszerű dolog ezekkel megküzdeni. Most nem is tudom, hogy van-e még valami, a következő képet kérném. Hát igen, amikor ezek tulajdonképpen ezen a gondolatok elhangznak, akkor legalább 700 év után 14. Benedek pápa volt, aki lemondott egyébként másik pápaként a trónról, a pápai trónról, és a lemondásának a napján, tulajdonképpen a lemondásának a pillanatában, az egy februári nap volt, egy hatalmas villám csapott be a Szent Péter bazilikában. Megint arra mondom, hogy ilyenkor érdemes odafigyelni a jelekre. Persze, hát lehet azt mondani, hogy azért nem ritka egyáltalán az, hogy a Vatikánban a Szent Péter bazilikának a kupolájába belecsap a villám, mert ennek utána olvastam, hogy egy év akár százszor is előfordulhat, csak itt az volt a gond, hogy ez februárban történt, februárban pedig ott sincsenek villámok. És akkor ez mégis bekövetkezett, a következő képet kérem. Na most így lehet látni egyébként az Ószövetség, az Új Szövetségnek a viszonyulását egymáshoz. Ez már Ferenc pápa. Ferenc pápának is azt hiszem, hogy van itt egy idézete, ami ez a kép alá megfelelő illusztrációt szolgálhat. Igen, tehát Benedek pápa lemondott, az ember ilyenkor mindig reménykedik, hogy talán más irányba vesz valamilyen szinten azért a gondolkodás, akár az egyháznak a gondolkodása. Hát ez a kép alapján már láthatjuk, hogy körülbelül milyen irány jelezhető előre, és akkor Ferenc pápának a kijelentése, a zsidók összes hányattatásuk ellenére megőrizték hűségüket az örökkévalóhoz, és ezért soha nem lehetünk nekik elég hálásak, semmint egyház, semmint emberiség. Következő, a vatikánis, a második vatikáni zsinat óta újra felfedeztük, hogy a zsidókkal azonosak szent gyökereink. Na most, ami nincs felírva, de egy ilyen idézet van, vagy a következő könyvben szerepel, senki sem lehet igazán keresztény, ha nem fogadja el zsidó gyökereit. Ezt szintén Ferenc pápa mondta. Miközben a Koránt pedig a véke vallásának nevezte. És megcsókoltam, hogy a Koránt, erről persze fényképek is vannak. Tehát egészen döbbenetes, hogy hova tolódik, tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy egyébként Pankával is szokott mondani, hogy végjátékban vagyunk, tehát ennek itt a jelét egyértelműen láthatjuk. Kérem a következő képet. Ezt a Szent István bazilikában fényképeztem karácsonykor, hét álló gyertet tartom. Következő képet kérem még. És ez pedig a döbbenetes, a Ferenc pápának a beiktatása után nem sokkal készül ez a kép. Azt hiszem, hogy Ukrajnában volt akkor valami fegyveres konfliktus, és az ukrán békér imádkozott, és gyermekeket hívtak a forgatókönyv szerint oda, akik galambokat eregettek a háttérből, tehát a béke szimbólumát, és ezeket a felszínen, itt akik jelen vannak, lehet, hogy ismerik ezeket a képjeleket, de ha nem, akkor viszont elég kemény képjeleket kell. A következő
pillanatokba felkészülünk, tehát a fehér palamokat, mint a béke szimbólumát, mint a Szentléleknek a szimbólumát, ugye megint, ha csak a szimbolikusan értelmezünk magát ezt a képet, akár mint egy festmény, akkor azt látjuk, hogy a Szent Péter Bazilikának a belső része bent van, és onnan kiszáll a Szentlélek galamb. Mint egy fehér, egy hófehér bőrség nyilvánvaló. És akkor nézzük meg, hogy mi lesz a következő kép. Egyszer csak megjelenik abban a pillanatban egy fekete holló, de ez dolmányos barnának is lehet egyébként mondani. A lényeg az, hogy nézzük meg a kettőt, hogy Szentlélek galamb, egyetemű fehér minőség, az pedig egy sötét minőség. És hát akkor itt lehet asszociálni az elején, hogy felvetettem az ördögnek a képére, ami egyetemű fekete minőség volt, megjelenik ez, és a nyomába jön a Szentlélek galambnak, ami szimbólumok szintjén egyetemű azt jelenti, az egy következő képet lehet, és itt bár el is kapja és levadásza. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten az egyértelmű, hogy a szándék szintjén a Szentlélek biztos, hogy munkálkodik például a Szent Péter bazilikában is, vagy akár a pápának a lelki világában is, mert hiszen ezt akart a világ felé sugározni. Na de az, hogy az a galamb, hogy kirepült abból az erkélyből, és hogy abban a pillanatban, de ezt tényleg élőben közvetítették televízió csatornák, ezt azt hiszem, hogy francia televízió csatornának az adásából fényképeztem ki, hát ezt abban a pillanatban lehetett látni, amit felrepültek a galambok, rögtön ott termett ez a fekete dolmányos valamjuk, vagy nevezzük fekete holónak, teljesen mindegy, ez a sötét minőség, ami azt jelenti, hogy ha a fehér minőség ott jelen volt, és szabadon akarták engedni, hogy sugározzon ez a világ a Szentlélek galamb, akkor annak a sötét minőségnek is ott kellett lenni a Vatikánban, hogyha az abban a pillanatban meg tudott ott jelenni. Tehát az nem úgy volt, hogy 10 perc múlva érkezett oda. Hát ha megint a szimbólum nyelvén olvasunk, az egyértelmű, hogy a sötét minőség, ami a Szentlélek galambot le akarja vadászni, az ott lakik a Vatikánban, és alig vár, hogy ezt a minőséget levadász. És itt a két éle szintjén is ez megtörtént. Mikor történt meg, amikor Ferenc pápa ezt a nagy érdemű elé, a hívők elé prezentálta? És miért történhetett meg? Ezt már az én orvosodom, és ezt én mondom. Azért, mert olyan nyilatkozatokat tett, mint amit tett. Amikor azt mondom, hogy az Ószövetség, illetve az, hogy az üdvösségi misztérium az Ószövetségben rejlik, és nem az Új Szövetségben, akkor ez azt jelenti, hogy én bevonzom egyébként ezt a sötét minőséget, sőt, annak adó felhatalmazást. Mert látom, hogy a Sixtus kápolnában mi történt. Ez volt, ez a fekete dolmányos valami, egyértelmű a képjele. És így vadászta le a tiszta lelkiséget, amelynek egyébként ott kell lenni a Vatikánban. Tehát ennél egyértelmű képeket nem nagyon lehet látni. És kérem a következő képet. Ez pedig szintén Ferenc pápának, nem második János pápának a szentélyavatásának a napján történt, ez egy olasz kis hegyi falu, és ott történt, hogy egy gyermek, egy iskolás csoport felment, egy Krisztus szobor elé a tiszteletét tenni és imádkozni, és pont azon napon, amikor második János pápát szentélyavatták, a szobor ledőlt, a Krisztus szobor ledőlt, és agyon nyomta a diákoknak egyébként a tanárát, és ott a helyszínen meg is halt. És most mi történik? Tehát maga a Krisztusság, ami már 5 darabokra van törve, agyon nyom egy embert, aki oda zarándokol hozzá. Most körülbelül itt a Krisztusság, mert edzé tették. Tehát, hogyha olyan embereket, mint mondjuk a második János Pál pápa, tehát lehet, hogy ezzel most itt ugye egy szentségtörés követeket, tehát azért neki is voltak dolgok, de most a pápaságnak a szimbólumaként értékeljük, tehát, hogy ebben a században egy pápát szentélet adni, aki mondjuk azt a szellemiséget képvisel, amit itt felolvastam, ami a dolmányos varjúval egyenértékű, akkor az azt jelenti, hogy a krisztusi minőség is hát olyan szintre amortizálja, hogy az nem fog tudni megállni lábán, és emberek halálát is okozhatja. Tehát itt erről szól, hogy ledöntöm a krisztusságot ezzel a gondolkodásmóddal. És mondom, mert itt nyugodtan lehet azt mondani, hogy persze ezek véletlen egybeesések, de hát ezek a lemondás napján belecsap a villám, amikor kiégedem a galambot, rögtön megjelenik a dolmányos varjú, amikor szentélyavatom, ledől a kereszt, mi kell végezni, hogy a jelenből olvassunk, ha a Sixtus kápolnának a képernyő nem volt elég. Ugye a 4 sarokkép, hogy mi vezet fel a mennyországba, hogy Mózesnek, vagy a Noénak a részesség jelenik meg egy alapvetően devalváló minőség a Atyaisten otthonában, hát teljes a káosz. És a kritérő minőség pedig lesült a Krisztusnak az irányába. Plusz ráadásul ugye bal oldalra kerül a Krisztusság, ami a káoszoknak a felség területe. Tehát ez lesz a vége. Na most a következő képet, na most itt lehet látni, hogy ez Padovában voltunk, a szlovéni kápolnában, amit az ördög megjelent, ugye Júdásnak átrögött, csak nézzük meg a karakterét, az orrát, az arcát, vagy a szakállát, és hát ezen mondjuk pont nem látszik, hogy egy kicsit kisebbre kellett volna benne, tehát hogy megnézzük ezt a szakállat, ugyanígy kijön, és azt látjuk, hogy a két karakter teljesen megegyezik, csak hogy ez egy ószövetségi profét, ez pedig maga az ördög. Most ezt a kettőt egy bizonyos effektussal egymásra tudnám fektetni, tulajdonképpen a kontúrja teljesen lefedni az egyiket a másiknak. Igaz, hogy 2-300 év van a kettő képnek a megfogalmazása között, de azért egyértelműen látszik, hogy a szellemiség egyértelműen rávetíthető arra. Ami pedig előadta a Sixtus kápolnát. És akkor én azt hiszem, hogy még itt lett volna egy felolvasás, de befejezem, mert nem fogjuk elérni a vonatot. Tehát azt hiszem, hogy ez jó végszó volt, hogy
ha ezt a minőséget követjük, amit azt képviselve egyértelműen ezt fogja lefedni az életünket, és hát látjuk, hogy a Krisztusságra mivel, ha viszont, amit egyébként ott Hámán is képviselt, ugye megpróbálunk úgy felemelkedni, akár az életbe, akár az élet bármely más területén, hogy az emelkedésünk közben képesek vagyunk arra, hogy lehajoljunk, tehát alapvetően krisztusi magatartást tanúsítsunk, akkor pedig nem történik meg ezek, itt megtörténtek az utolsó képek alkalmával. Hát én arra visszatnék mindenkit, hogy inkább az utat válaszoljuk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Ennyire. Köszönöm.